Szeretettel köszöntök mindenkit, Hartyándi Mátyás vagyok, és hát itt egy ilyen mesélői mini tréning lesz. Köszönöm Gergelynek és a Hemeték Titkos Társaságának a meghívást, meg a lehetőséget. És hát ugye itt van velem három bátor jelentkező, azért hívom őket bátor jelentkezőnek, mert ugye láthatatlanban jelentkeztek erre, kvázi ismeretlenül, tehát nem ismerjük egymást, nem ismerik a módszert, és mégis vállalkoztak arra, hogy nem csak én előttem, hanem mindenki előtt részt vegyenek ezen a tréningen, és ugye, hát szerintem azt nyugodtan mondhatjuk, hogy ti hárman, meg pláne én, hására visszük a bőrünket. Szóval én nekem az egy ötletem mind a négyünknek, hogy engedjük meg magunknak azt, hogy kínosan érezzük magunkat, mert hogy ez lehet, hogy bennünk van, és hogy azt tudom ígérni, hogy én szerintem biztos, hogy összehasonlíthatatlanul többet fogunk mi négyen fejlődni azoknál, akik csak hallgatnak bennünket. Vagy ide szeretnénk még hozni kezdésképpen egy metaforát, ez az igaz gyöngy metafora, talán ismeritek, hogy az igaz gyöngy is egy kis hiszokszem köré épül ki a kagylóban. Hát most ezért nem azt mondom, hogy mi hiszokszemek vagyunk, hanem azt akarom mondani, hogy hibákból, meg hiányosságokból arra jól lehet én szerintem építkezni. Én egész életemben igazából a hengességeimre próbálok építeni, vagy azokon fejleszteni. Na, mi is lesz ma? Elküldtem már a részvevőknek, hogy mi lesz, de kirakom a külső csetbe is, csak hogy senki ne jegyen meg, hogy mi lesz kb. A menetrend. Most még az első pontnál vagyunk, ilyen előzetes információknál, meg hirdetéseknél. Hogyha jól értem, akkor a Gergőnek nincs semmiféle hirdetni valója, de hogyha van, akkor nyugodtan mond, Gergő. Nincsen. Okay. Szóval a tréning, mit is ígérhetek én így előre? Egyrészt remélem, hogy elméleti okoskodásból kevés lesz, és inkább gyakorlatokat tudunk megnézni. Másrészt ez egyfajta csoportos dolog lesz, négyen fogjuk csinálni, egymáson próbálunk megfejleszteni. Tehát olyasmiféle dologra próbálkozunk, hogy hogy lehet átadni egymásnak ilyen tudásokat, vagy azokat a fajta know-how-kat, amiket ugye nem könnyű elméletben elmagyarázni, inkább elsajátítani, vagy ellesni lehet egymástól. És hát nem arról van szó, hogy én annyival jobb mesélő lennék bárkinél is, egyszerűen szerintem még nem nagyon próbálkoztatak meg Magyarországon ezzel a formával, én nekem meg van némi tréning tapasztalatom, szóval gondoltam, miért ne próbálhatnánk ki ezt a szerepjátékos skillekre. És ugye miről is lesz szó, mert a mesélés az egy nagyon-nagyon tág kategória, szinte mindenki, aki valaha mesélt, az tudja, hogy ez mennyi részfeladattal, meg mennyi részkészséggel járt. Ugye egyrészt ott van a kampánynak a menedzselése, erről rengetegen írtak, szerencsére már magyar nyelven is. Aztán van az előkészület, hogy hogy készülünk rá konkrétan egy játékra. Erről is én szerintem viszonylag sokat foglalkoztak. Konkrétan, hogy valakit érdekel a videóban, akkor Varga Zsolt, Kis Rihárd is, egy-két részben én is az Ödüsszi nevezetű angol kiadványjal kapcsolatban órákon keresztül beszélgetünk arról, hogy mik is a főbb tudnivalók, ezeket majd belinkeljük valamikor az előadás után a csoportba. Én itt most elsősorban a aktív játék közben felmerülő problémákra gondolok. És ott sem az ilyen személyközi problémákra, tehát hogy mit kell csinálni például a problémás játékossal, erről is beszéltünk, hanem hogy konkrétan mi mind mesélők, amikor mesélünk, milyen dolgokat teszünk. Jó, ezek voltak a hirdetéseim, vagy úgymond az előzetes információim. Ha bárkinek kérdése van, akkor mindjárt felteheti, de szerintem térjünk át az ismerkedési fázisra. Szóval az lenne a kérdésem hozzátok, srácok, be is írom a chatbe. Négy kérdésem van mindenki, ez annyira válaszoltok be előle, amennyire akartok. Az első az, hogy szólítsuk egymást. A kettő, a másik kérdés az, hogy mi az, ami nyilvánosan tudható rólad, mit szeretnél elmondani magadról. A harmadik az én nekem egy fontos információ, hogy miért jelentkeztél az adásra, vagy erre az alkalomra. Valaki már erről írt nekem privátban, miért hálás vagyok,
de hát, hogy csak most fogod magadnak megfogalmazni először, hogy konkrétan nincs az, amit vársz ettől, mondjuk. Egyelőre ennyi, az utolsóra majd a bemutatkozók után visszatérünk, jó? És el is kezdem, jó? Tehát, hogy példát mutatok, sziasztok, én Mátyás vagyok, de lehet szólítani így szűk körben Matyinak is. Mi az, amit érdemes rólam tudni? Felvettem a legkockább ingemet, amit otthon találtam, nem tudom, hogy látszik. Ma elkezdtem, pont most néztem egy órája egy nagyon jó sorozatot, aminek nem is tudom a címét, de marha jó, a Alice McDormand játszik benne, és az HBO-gon van fönn, és eléggé fáradt hét, vagy eléggé fáradt vagyok, de elkezdtem felpörögni, azt érzem. Ennyit rólam, és szólítom Pétert. Én vagyok az, sziasztok! Petinek lehet szólítani, vagy Péternek, vagy Petyának, kinek melyik a könnyebb. Rólam annyit érdemes tudni, hogy nagy rajongója vagyok Mátyásnak. Engem ugyan nem tépettek még szét lovakkal, de tegnap már egy sárgány lemészárolt, miután az egyik követőjét megpróbáltam hátba támadni a fejemből kinőtt szarvakkal. Sajnálom. Nem, semmi probléma. Ilyesmik megestek azért az ember pályafutása során. Igen, és hát szeretnék jobb mesélő lenni, főleg ezért jelentkeztem, meg hát azért mégiscsak egy nagy poén, mert Mátyás videóit azért szoktam terjeszteni, meg a nevéhez kapcsolódó legendát is úgy terjesztem meg, ahogy csak tudom, a lehetőségeimhez mérten. Van egy ehhez kapcsolódó kedves kis történetem, hogy tehát adott egy karakter, akit lovakkal tépetnek szét. És akkor az alany, akinek ezt mesélem, így mondja, hogy hát ő nem ismeri, tehát ő nem úgy gondolt eddig a lovakra, hogy ilyen vélszomjasak lennek. És akkor így beugrott, hogy Jézusom, ott vannak a lovak, és így ráugrott, és széttépnek. Hát ez az. És aztán elgondolkodtam, mondom, hát lehet, hogy na mindegy, ez bonyolult már utána, hogy mire gondolt meg, de így az egész, ez az egész kép, ez így tök vicces lehet, hogy a lovak így ráugranak valakire, így széttépik, úgyhogy ennyit tudok így elmondani hirtelen. Oké. Okay. Kit szólítasz? Ha még a Csaba és a Szilárd. Akkor Csabát szólítom. Okay, köszönöm. Ja? Sziasztok! Engem lehet Csabának hívni. Oké, el is kezdjem. Talán azzal szeretném kezdeni, hogy azt hiszem 13 éves voltam, amikor először egy lapozgatós könyvet vettek nekem ajándékba, és ezzel elindult egy olyan lavina, amit azóta se lehetett megállítani. Hát engem elvarázsolt az, hogy ez egy olyan könyv, amit nem úgy kell elolvasni, hogy az elején elkezded és aztán végig kell olvasni, hanem itt történnek dolgok, és azzal, hogy én dobok kockákkal, itt egy történet fog a szemünk előtt lezajlani. Úgyhogy ezzel kezdődött minden, aztán szerencsére találtam barátokat, akiket sikerült bevonni ebbe a szerepjáték nevezetű elfoglaltságba, és egy időben mi minden hétvégénket ezzel töltöttük, alig vártuk, hogy vége legyen a hétnek, és akkor szombat este hosszú órákon át, míg mások buliba jártak, mi összeültünk, és sárkányokat öltünk, vagy éppen valami mást. Aztán elkerültem egyetemre, és onnantól kezdve, hogy oda kerültem, az első dolog, amit néztem, az az, hogy hol találok ilyen embereket, akik ilyesmivel foglalkoznak, és a kollégiumban elsétáltam egy szoba előtt, ahol éppen kockacsörgést hallottam meg, úgyhogy onnantól kezdve tudtam, megjegyeztem a szobaszámot, és később visszamentem, és akkor hát ugye ez a baráti kör, ez tovább szélesedett, ráadásul új rendszerekkel ismerkedtem meg, és ez igazából azóta is így van, hogy nagyon szeretek ezzel foglalkozni. Azért jelentkeztem, mert én szeretek fejlődni, szeretek új dolgokat tanulni, és érzem, hogy gyakran, amikor én mesélek, akkor vannak olyan dolgok, amiben úgy gondolom, hogy elég jó vagyok, különösen, hogyha tudok előre készülni, de mindig vannak olyan szituációk,
meg olyan helyzetek, amivel így nehezen tudok elbánni, és reméltem, hogy a mai alkalom ez egy jó lehetőség lesz arra, hogy a hiányosságaimat tudjam valahogy pótolni. Szuper. Azt hiszem ennyi. Szilárd, úgy látom, hogy eltűnt, nem tudom, hogy a csatornámban van-e. Képe az eltűnt minden esetre. Pedig éppen őt akartam szólítani. Itt vagyok, elméletileg. Na, megjelent akkor. Már csak a képe hiányzik. Na? Én nem ragaszkodom a hanghoz, hogyha... Mi ez a képhez, hogyha valami igen, egyetettek. Ha bejött valaki a szobába, és nem akarod, szóval ez teljesen oké. Ahó. Na, azt hiszem megvan. Szóval én Szilárd volnék, így is lehet hívni. Én az egyetemen ismerkedtem meg a... Már előtte is érdeklődtem a szerepjátékok iránt, de ott sikerült egy csapatot találnom, és az a hangulat, ami ezt az egészet körülvette, ez hamar így berántott engem, és főleg mert még akkor ugye internet, meg hasonló laptopozás nem volt ott, szóval, hogyha vége volt így mindennek lámpaoltás, akkor te szobatársaiddal így együtt voltál, vagy hasonló. Mi meg ugye, akik szerepjátékoztunk, ilyenkor így a sötét folyosón így átlopakodtunk egymás szobájába, halkan így a mesélő így leírta a helyzetet, kockacsörgés a fapadlón. Ez nagyon jó volt, én is kipróbáltam. Hát sokadik próbálkozás után így időről időre így javultam, és azért is jelentkeztem erre a kurzusra, mert miután a koliból meg ismerősök így szétszél lettünk, online játékokban vettem részt, és vettem észre, hogy milyen sokféleképp lehet játszani, és hogyha egy jó csapat van, akkor te is jobb mesélő szeretnél lenni. És ez az oka ennek. Jó. Nagyon szépen köszönöm. És akkor most rátérünk erre az utolsó kérdésre, és hogyha a közönségnek is van kedve ebben részt lenni a külső csatban, akkor nyugodtan vegyen részt. Azt kérem mindenkit, hogy válaszol magának egy olyan szimbólumot, ami a mostani állapotára, mostani hangulatát körbeírja. És ez bármi lehet szerepjátékos klisé, vagy úgymond ilyen fogalom, de lehet civil dolog is, ami jól jelképezi azt, hogy te most milyen állapotban vagy. Mondok egy példát, az én nekem a szimbólum most az lesz, az a mesterterv, amikor Shadowrunban a játékosok 5 óra alatt összehoztak egy mestertervet, és kíváncsiak arra, hogy az első kockadobásnál félre megy-e az egész, vagy sem. Én most így érzem magam, hogy van a fejemben egy mesterterv, na és majd meglátjuk, hogy ebből mi lesz. Úgy néz ki ez, hogy elmondod, hogy mi a szimbólumod, és egy picikét megmagyarázod, amennyire meg akarod. És akkor most szólítom a Csabát, mondjuk. Oké. Akkor én a pentagrammát választom, mint szimbólum. Hát csak azért is, mert amikor azt mondtad, hogy szimbólum, nekem ez jutott először eszembe. És a magyarázatom az legyen az, hogy a pentagram az egy rejthet valamiféle mágiát, de az is előfordulhat, hogy teljesen rossz irányba megy el, és akkor rád robban. Úgyhogy én abban bízom, hogy most szépen fel tudom rajzolni a pentagrammát, és tanulok valami újat, valami mágikusat. Király. Merre menjünk tovább? Legyen akkor Peti. Ha már megemlítetted a lapozgatós könyveket, én is nagy gyűjtő vagyok, most olyan 50 darabos készletem van, egyik sem fiatal, mint 20 év, és egyet választanék közülük, mondjuk a Kripta szökevény címűt. Ez az, ami leginkább jellemez. Milyen most? Hát úgy érzem, hogy nem tudom, nem vagyok túl friss, de azért megpróbálok szórakoztató lenni. Oké. Okay. És akkor
Akkor Szilárd. Én például egy ilyen könyv fölé görnyedő, ilyen szerzetes, mint ugye a mágus könyveken szokott lenni, mert úgy érzem, hogy most leginkább ez, ami jellemez engem, valami tudás, keresése, hasonló. Jó. Nagyon szépen köszönöm, ezek jók voltak. És akkor, hogyha a hallgatóságban is akarja valaki megírni a sajátját, mérje meg. Én meg közben rátérnék, hogyha akarjátok a harmadik pontra, ez az egyességre egy utásra, hogy ahogy a Szilárd is mondta, hogy ez a lassú javulás említetted, hogy lassan javultál mesélőként, ugye mindannyian azt tapasztaltuk meg szerintem, hogy úgymond nehéz úton jártunk, hogy önmagunktól kellett rájönnünk a hibáinkra, maximum egymásról tudtunk tanulni, ugye? De hogy tehát ennek nem kéne így működnie, hogyha belegondoltok, arra jó a kultúra, meg a civilizáció, hogy nem kell minden embernek újra felfedezni a tüzet, meg nem tudom a dolgokat, hanem hogy egymásnak át tudjuk örökíteni a különféle megszerzett ismereteket. Hát ez az alkalom is arról lenne szó. A fő helyiség a számomra az egyébként, hogy általában ezek a folyamatok akkor az igazán jók, hogyha folyamatosan tartanak egyfajta folyamatot képeznek alkalomról alkalomra, mert hogy ekkora a résztvevők közötti bizalom, meg az együttműködés, az egyre jobban képes mélyülni. Mi most arra vállalkozunk, hogy fejest ugrunk a mély vízbe, és meglátjuk, hogy ebből mi lesz a jó. Éppen ezért, mivel fejest ugrunk a mély vízbe, ezért van 5 darab szabályom, vagy hát attól függ, hogy hány. Az első szabály az, hogy senki semmire nincsen rákényszerítve, jó? Tehát abban veszel részt, amiben akarsz. Sőt, még egy szempontból nálatok van a kontroll, annyit tesztek bele ebbe az alkalomban, mennyit itt és most a fáradtsági szinteteken képesek vagytok beleadni. És akkor 3 darab konkrét szabály, ami már a csetre is vonatkozik. Ezt be is írom. Egyrészt meghúzzuk most mindjárt a kereteket, hogy mi az, ami belefér egymásnál, és mi az, ami nem. Ha helyírtok 3x-et a csetbe, akkor onnan tudom, hogy valami olyasmi történt, ami nagyon nem jó, ami nektek elmondja a szórakozást. És akkor anélkül, hogy ezt meg kéne magyaráznatok, mi a rossz, vagy hogy mi az, ami elrontja, megoldjuk, hogy ez a probléma többet nem erüljön föl. Ez bármilyen szintű lehet, de mondok egy példát, amit én a szerepjátékok előtt szoktam elmondani, amikor ismeretlenekkel játszom együtt először. Engem a gyermekek szenvedése rendkívül ki tud az utóbbi időbe borítani, valószínűleg azért, mert kisfiam van, de nem feltétlenül kapcsolódik össze, mert már előtte is volt. Szóval én ezt nem tudom elviselni. Ha van nektek bármilyen dolog, amit nem szeretnétek, hogy felmerüljön a beszélgetés során, akkor ide helyírhatjátok a chatbe, vagy pedig akár helyettem is elmondhatjátok, de nem kell ezzel élni. És ezzel lehet élni a játék, vagy úgymond a folyamatunk, tehát a tréning közben is, hogyha akartok. A másik dolog, bármikor állítsátok meg a folyamatot, ami történik, hogyha valami nem világos, hogy szeretnétek rákérdezni, ott helyben is rá lehet kérdezni, meg persze utólag is rá lehet kérdezni, hogyha feljegyzett, vagy önmagadtól meg tudod jegyezni. A harmadik pedig, ugye a tréning, a gyakorlás arról szól, hogy dolgokat ismétlünk, és egyre jobbak vagyunk benne. Ez általában nem, tehát nem szoktuk meg azt a játékasztal mellett, hogy valamit kétszer csinálunk, vagy háromszor csinálunk. Például lehetséges majd, hogy a próbajáték során, amit majd mindjárt csinálunk, tehát mindjárt az jön, valamit mondasz, és az neked nem tetszik, akkor lehetőséged van újrázást kérni, oké? Okay? Tehát addig fogsz tudni újra és újra belemenni ugyanabba a helyzetbe, ameddig te nem eszel el elégedett. Oké, okay, tehát ez a 3 fő szabály. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e kérdésetek, vagy bármiféle gondolatotok? Ha pedig nem, akkor azt szeretném kérdezni tőletek, hogy meg tudtok-e fogalmazni esetleg olyanféle problémát, vagy kihívást, vagy lehetőséget, ami a játékasztalnál történik, és nektek probléma, már belefutottatok, vagy visszatérő nehézséget okoz, vagy egyszerűen csak szeretnétek egy konkrét dologba fejlődni. Mondok egy példát, én nekem rendszeresen nehézséget okoz annak a belövése, hogy azok a játékosok, akikkel még soha nem játszottam együtt, hogy ő mennyi szabadságot kíván meg tőlem. Arra vágyik, hogy én, mint a mesélő, úgymond nagyon egyértelmű kereteket adjak, amiben el tudja dönteni, hogy A vagy B,
vagy pedig inkább arra vágyik, hogy ilyen harhalaza kereteket dobjak fel, amiben mint egy kvázi hótmesélő el tud improvizálni a saját víziójába. Én ezt mindig, vagy én ezt rendszeresen félremérem, úgymond az ember, és akkor utólag panaszkodnak, amihez hát a joguk van, mert így történik. Na, és akkor kérdezem most a Szilárdot, hogy van-e neki valami konkréta? Nekem konkrétan, hát az van a gondom, hogy mindig mikor mesélek, ugye azt, hogy így a környezetet, amiben élnek, azt fölírom, azt szeretik. Az enyéket, ahogy így megfogalmazom, különböző szociális, morális problémák elé állítom őket, azt nagyon szokták élvezni, de pont az ilyen harci, vagy egyéb izgalmak, azok olyan egyszerűen, gyorsan túl szoktak jutni. Ehhez szeretnék valami segítséget, mert például volt olyan játékosom, akinek ez egy nagyon fontos része volt a szerepjátéknak, és mindig láttam rajta, hogy például legyőzte azt az ellent, és így szinte unatkozott annál a résznél. Aha. Én nekem szagadt csak az, ha Szilárd vagy pedig... Nekem is egy kicsit rossz volt a hang. Hallottam kávé, de pont a kulcs kifejezést nem hallottam. Ott mondtál? Nem a kulcs, sajnos. Aha. Akkor nem csak nekem. Jó, mert azt hittem, hogy elromlott a fülhallgató. Hogy azt hallottam a Szilárdból, hogy élvezik a játékosai a dilemmákat, amik elé állítják, meg a helyírásait, de a valamit nem, pedig vágyik erre egy játékosai, és pont azt nem hallottam, hogy mi. Hát ti hallottátok? Valaki írta, hogy a harc unalmas a cseten. Aha, köszönöm, hogyha segít, hogy a harc unalmas. Aha. A harc unalmas alatt a harc unalmas alatt vajon arra gondol a Szilárd, hogy hát megy egyfajta ilyen hockacsörgésé, ahol semmi nem történik, csak dobálgatunk, vagy túl statikus a harc, vagy valami. Tehát, hogy mi a baj a harccal vajon? Na minden esetre ezt már tudjuk, hogy a harc izgalmasságánál szeretne fejleszteni. Akkor mivel Szilárdot nem halljuk, ezért addig átmegyünk mondjuk a Csabára, jó? Okay. Legyen a Csaba. Én nagyon örülök, hogy Szilárdnak jók a leírásai, mert én úgy érzem, hogy ha valamiben fejlődöm kellene, akkor azok a leírások. Uh-huh. Én nagyon jól el tudom képzelni a dolgokat, de amikor arról van szó, hogy meg kell mondani, hogy az A tárgy hány méterre van a B tárgytól, akkor azt egyszerűen képtelen vagyok átadni, mert én ugye látom a lelki szemeim előtt, de azt nem tudom megmondani, hogy ez 2 méter vagy 8 méter. Valószínűleg ez azért van, mert a valóságban sem feltétlenül tudnám ezt megmondani, de ez csak egy példa. Általában a leírások azok, amik úgy tudok talán szépen leírásokat átadni, hogyha előre leírom magamnak és gondolkodok azon, hogy pontosan mit is fogok ott mondani, és ilyenkor fel szoktam olvasni ezeket a helyleírásokat például. Ha rögtön visszakérdeznék, mit tapasztalsz, amikor felolvasol, akkor hogy reagálnak rá a játékosok? Hát általában az a tapasztalat, hogy azt szokták mondani, hogy ezt így tök jól el tudják képzelni, de különösen, amikor mondjuk egy olyan helyzetbe kerülnek, hogy improvizálnom kell valamit, és ez azért elég gyakran elő szokott fordulni bizonyos játékosokkal, akkor úgy érzem, hogy hát ez sokkal szebben le lehetett volna írni, ezt máshogy kellett volna mondani, itt nem ezt kellett volna kiemelni. Igen, ez valószínűleg az improvizálással kapcsolatos probléma. Oké. És hát akkor nem maradt más, mint a Péter. Hát én úgy érzem, hogy nekem mindennel lehet probléma, amit így el lehet képzelni, tehát ez színjáték, mindenbe lehet fejlődni, viszont én azt mondanám, hogy én ezeket el is tudom engedni. Tehát én nem szeretnék versenyezni a színészekkel, nekik ugyanazt a darabot kell rengetegszer elgyakorolniuk, és tehát én nem azt látom a szerepjátékban, hogy
hogy ilyen jellegű szórakozás lenne. Én azt szeretném, hogyha a játékosaim aktívabbak lennének, és nem csak én lennék a felelős az ő képzeletbeli történetükért. Mert hogyha azt szeretnék, hogy valaki őket elvarázsolja, akkor szerintem sokkal megfelelőbb szórakozási lehetőségek vannak a világban. Nézhet filmeket, olvashat egy könyvet, és akkor azoknak az a hátránya, hogy nem tud beleszólni a történetbe. Én olyan dolgokba szeretnék fejlődni, amik kihangsúlyozzák a szerepjátéknak ezt a tulajdonságát, ami szerintem egyenlő. Tehát én azt szeretném, hogy a játékosaim aktívak lennének, és ne csak én legyek felelős azért, amit ők elképzelnek, mert egyszerűen tehát nem akarok egy filmet forgatni nekik, vagy nem akarok egy számítógépes animációt nekik csinálni. Mert egyedül vagyok, és rengeteg munkám rámenne, és még úgyis rosszabb lenne rengeteg terméktől, amikkel el tudják magukat egyébként szórakoztatni. Tehát nem vagyok színész, javulhatok színészi képességeimbe, de ugyanakkor felismerem, hogy tehát ez nem színházat nem fog tudni nekik egyedül csinálni. És ez minden ilyen más jellegű szórakozásra vonatkozik. Éppen ezért szeretném azt, hogy a játékosaim felelősek legyenek a fantáziájukért, tehát jó legyen, el tudjanak képzelni bizonyos dolgokat, ne kelljen ezeket körbeírni, olyan dolgokkal is tudjanak interakcióba lépni az elképzelt világban, a fantáziában, amit nem írok le, mert mondjuk, ha csak azokkal akarnának interakcióba lépni, akkor egy számítógépes játékot benyom. Egy élő játéknak lehet az az előnye, hogy ott vannak egy erdőben, nem adok minden fáról részletes leírást, de aki keres, az talál. Tehát ha keres bizonyos fát, akkor a sok fa között találhat egyet, de nekem nem kell lerajzolnom az összes fát. Tehát nagyjából ennyi, hogyha ebből valami kitűnt. Tehát én azt szeretném, hogyha fantáziadús és olyan, tehát aktív játékosok legyenek ilyen szempontból. Hogyha ez valahogy... Nagyon izgalmas dolgokat írtál korábban is, meg mondtál. Ennek egy része, amit te mondasz, az a másikról szól, ami tudunk ráhatással lenni, ugye? De mi az, ami ebben rólad szól? Hát az, hogy jobban tudjam őket manipulálni. Ez a manipulációról szól? Vagy mit értesz manipuláció alá, csak hogy rávegyem őket, tehát ne csak az legyen, hogy befogadók legyenek, tehát ne csak az legyenek, hogy az én leírásaimat fogadják be, hanem hogy aktívan teremtsenek a világban, interakcióba lépjenek dolgokkal, és hogy ők is felelősek legyenek a történetért. Aha, oké. Felírom, interaktivitás, felelősség. Jó. Oké. Még egy dolgot felírok, és akkor hagyjuk is tovább, jó? Jó. Ezek alapján, hogy ezeket most meg tudtátok fogalmazni, még arra kell rájönnünk, hogy most akkor Hesse a Szilárd, oké, itt a Szilárd, nagyon jó, oké, akkor tudjuk folytatni. No, arra gondoltam, hogy csinálhatnánk egyfajta mini játékot, olyasmiféle mini játékot, ahol az általatok kijelölt célokat tudjátok sokat gyakorolni, és ugye ennek nem az a célja, hogy most egy teljes körű, felkészült, profi mesét csináljunk, hanem hogy olyan helyzeteket hozzak elétek, ahol ezeket a dolgokat tudjátok gyorsan egymás után is hakorolni. Oké? Tehát próbálkozni arra, hogy lehet a harc izgalmasabb, vagy a helyírásaim, hogy lehetnek objektíven tisztábbak, vagy egyértelműbbek, vagy hogy az interaktivitást hogy tudom belevinni, úgyhogy a játékosnak egyfajta felelősséget ruházzak rá. És akkor meglátjuk, hogy ezt lehet. Ráhangolódásképpen csak, jó? Tehát úgy fog történni ez a próbajáték, hogy én fogom irányítani a főszereplőt, és ti fogtok nekem mesélni felváltva. Az lesz a nehéz helyzetetek, hogy megfordulnak az erőviszonyok, én vagyok a nagy hatalommal bíró résztvevő a játékban, és ti a kis hatalommal bíró résztvevők, csak arra tudtok válaszolni, amit úgymond kérdezek, vagy úgymond ami a helyzet, tehát nem tudtok behozni mindenféle mellékszálakat, pusztán arra a kérdésre, vagy inputra tudtok reagálni, amit felétek fordítok, oké? Okay? És hogy a karakteremről is beszéljünk, itt fantazit említettétek többen, vagy a mágust, tehát akkor hegyünk valami olyan dolgot, ami fantazi, de én neki számára érthető, jó? Én úgy képzeltem el ezt a példakaraktert, ha eléggé harcias, tehát egy ilyen klasszikus harcos figura, nem az a nehézvértes típus, hanem tudjátok, inkább az a fürge, ügyes, mozgékony alkat,
Hogy? Igen, vívó. Abban vívó. Oké, egy vívó, viszont ért egy icipicit ért az árnyék mágiához. Bármit is jelentse, ez nem tudom, mi ez az árnyék mágia, ami most majd jelenteni fog. Hát csak azért hoztam ide, hogy egy kicsit megnézzük a, tehát mágiáról is tudjunk gyakorolni, vagy megnézni azt, hogy hogy működik a mágia mondjuk egy fiktív világban. Jó? Oké. És hogy elképzeljük, hogy ez a főszereplő, akit mondjuk hívjunk, hú, valami klisés név kéne neki, ugye? Akkor Athos lesz a neve, sorry. Minden hümárajongótól. Athos vagy Pátosz. Oké, Pátosz lesz, ez még jobb. Pátosz lesz a neve. Athos a bajvívó. És először is felépítjük most majd közösen azt a helyzetet, amiben Pátosz magához tér, jó? Mert hogy Pátosz az előző este a sikeres küldetés után bizony felöntött a garatra, és pusztán arra emlékszik, hogy ahogy tántorog be a társával együtt, a részektársával együtt, a fogadós így int neki, így hívogatja, és ők meg tántorognak oda, egyszer csak a fogadós meghúz egy a falba lévő egy ilyen kart, vagy egy ilyen mechanikus kart, Athos alatt pedig megnyílik a fogadó, tehát a szint, megnyílik a padló, és itt elveszíti az eszméletét, és hogy hol tér Athos magához. Ezt fogjuk felépíteni, oké? Hogy milyen helyzetben Athos. Na most, ha belegondoltok, amikor alkotunk egy mesélői helyírást, akkor sokféle dologgal tudunk dolgozni. Be is másolok nektek ide a belső csetbe, meg a külső csetbe is. Rengetegféle ingerfajtát, amivel egy átlagos mesélő, vagy nem csak egy mesélő, igazából egy író, vagy bárki, aki fikciót gyárt, tud foglalkozni, vagy tud használni. És most az lesz a feladatunk, hogy ti, anélkül, hogy úgymond az időbe, tehát a cselekmény belőre rohannátok, egymásra építve, egymás kiegészítve, egy-egy mondatonként felépítitek nekem az, hogy mit érzékel Pátosz, ahogy önmagához tér, jó? Tehát, hogy visszanyeri a tudatát. Bármit mondhattok. Például én azzal elkezdem, hogy amikor Pátosz magához kezd térni, még kicsinyitotta a szemét, meg még nem is hal, csak az az érzése, hogy a gyomrában valami háborog. Valaki folytassa. Jó? Tehát ami a főszabály, nem megyünk előre az időben, hanem a környezetet, ezt a pillanatot vázoljuk fel egyre részletgazdagabban, és bármit lehet mondani. Ilyen nedves, dohos szag csapja meg Pátosz orrát, ahogy nagyot szippant így a levegőből. Nagyon jó. Oké, következő. Ahogy kinyitja a szemét és egy picit körbenéz, azt látja, hogy a falakon körbe tükröket szereltek fel, és a saját tükörképét látja a 1000 példányban. Wow. Szépen szórom magam, ha ez folyton ki fog dobálni. Jaj. Hát várjátok, akkor eddig vannak tükrök. A fejpályás hol volt? Már szó? Nem. Fejpályás? Nem. Humorban van egyfajta... Egy kicsi pátosz, egy kicsit érzed, hogy szédült vagy, és nem tudod eldönteni, hogy a körülötted lévő tükrök a valóságot mutatják, vagy a te arcképedet, és összezavart, vagy... Vagy össze vagy zavarodva. Nagyon jó. Még? Még mondjunk valamit. Bármikor valaki azt mondhatja, hogy stop, tehát hogy ennyi volt a kép, de addig fog menni, ameddig tudtok hozzá, amíg valaki akar valamit hozzáfőzni. Hát ahogy Pátosz feláll és körbenézett, és beleszagolt a levegőbe, ugye érezte ezt a kellemetlen dohos szagot, és csak ekkor vette észre, hogy hűséges társa, a bajvívó kardja eltűnt az oldaláról. Ó. Oh. Megelevenednek a tükörképek?
ugye egy cselekmény nem történik, tehát nem megy előre az idő, hanem ezt a pillanatot nyújtjuk ki minél több részlettel. Annyi részlettel, amennyivel akarjátok. Jó? Én hozzátennék még egy olyat esetleg, hogy miután a fegyvere eltűnt, ösztönösen a mágiájához próbál nyúlni, de azt látja, hogy ebben a teremben árnyékok sincsenek. Aha. Uh-huh. Jó. Kiegészítem azzal, hogy... Igen? Mondja nyugodtan. Én az árnyék mágiából levonom azt a következtetést, hogy ő már tudja, hogy mi lehet a háttérben. De az is lehet, hogy csak a képzelete játszik bele. Aha. Aha. Hogy vajon miért nincsenek árnyékok? Mert nincsenek fények sem, vagy egyszerűen valami sötét mágia elszívja a fényeket. Aha. Aha. Az még nem derült ki számomra, hogy honnan jönnek a fények, hogyha tükrök vannak és egy dokszag. Valamilyen varázslat. Ősi mágia. Aha, tehát fény van a teremben. Aha. Igen. Jó. Tehát az igaz, hogy Pátosz tudója az árnyék mágiának, de ez a különös trükk, ez valami misztikus, ősi forrásból származó dolog, ami még számára is idegen. Uh-huh. Oké. Okay. Én még azzal egészítem ki, hogy a Pátosz ugye az ujjait, vagy a megmerevedett ujjait mozgatja, észreveszi, hogy a körme alatt van valami réteg, amit nem tud megalapítani mi, de látszik, hogy valamiben belenyúlt korábban, vagy beleesett, vagy mondjuk hozzáért, mert a körme alá száradt valami. Emlékei lehetnek róla? Hm? Vagy, gondolom a pár óra az így, vagy nem elvesztette az időérzékét, Pátosz elvesztette az időérzékét, és szépen lassan térnek vissza az emlékei. Mindenféle képek bevillannak az agyába. Na és mi villan be? Te van egy képed? Például, hogy jaj, veszékelve. Kaparja a falat valahol. Valami sötét veremben. Aha. Akkor az előző képet elhagytuk, most ezt az emlékképet egy picit bontsuk ki, hogy tehát valahol sötétben kaparja a falat. Sötétben vakarja a falat, teljesen reménytelenül. És mi, miféle ingerek, vagy miféle részletek vannak ebben az emlékképben? Hát mondjuk. Hát ez megmagyarázná azt, hogy mi az a fekete anyag körme alatt, okay. Ahogy próbál kiszabadulni egy veremből. Tehát csak ennyi az emlékkép. Egyenlőre ennyi. Ki tudja, lehet. Az emlékképhez. Hogy? Esetleg hozzátehetek valamit? Persze, erről szól, hogy összepakoljátok. Így van, igen. Erről szól, hogy összepakoljátok. Szóval sötétben volt, és így tapogatózott, és eszébe jutott, hogy ő éjszakára egy csokis muffint szeretett volna enni. És nem emlékszik rá, hogy megette, vagy sem. De lehet, hogy megette, és ez megmagyarázná, hogy mi van a körme alatt, és miért van ez a furcsa érzés a gyomrában. Ez jobb. Ez a verem, ez tényleg nagyon nasz, nagyon klisi. Oké. Akkor erről eszébe jut Pátosznak, hogy ennek a csokis muffinnak, amit a fogadóstól kapott, volt valami különleges illata, volt benne valami nagyon érdekes illat, amit nem tudott hova tenni hirtelen fűszerezésével. De mivel Pátosz nem képzett semmilyen kulináris tudományban, illetve a mérgekhez sem ért, így esélye sincs, hogy megmondja, hogy mi lehetett az a hozzávaló. Szerintem ennyi kb. Elég volt a hangulat megteremtéséhez, ugye? Tehát értjük, hogy ki a főszereplőnk, és kb. Milyen helyzetbe csöppelhetett. Csak azt nem tudjuk, hogy hol van. Szilárd közben itt van? Kérdezem, hogy... A képet már nem erőltettem, folyton ledobál valamiért. Semmi probléma, az a lényeg, hogyha itt tudsz velünk lenni, az jó. Oké. Okay. Akkor most belekezdenénk a ténylegi játékba, és a ténylegi játék előtt azt szeretném kérni tőletek, hogy hegyetek elsősorban önmagatoknak egy fogadalmat arra, hogy valamire végig koncentrálni fogtok. Most írok nektek néhány példát, amiket én összeírtam magamnak, ezt kiküldöm a külső csetbe is.
és röviden beszélnék róluk, ezek a saját élményeim, vagy hogy mondjam, a saját kudarcaim, meg a fejlődési eredményeim. Rengetegszer volt ez a probléma, hogy mindent elmondtam, csak a lényeget nem, tudjátok. Tehát, hogy azt a kulcsinformációt, amit kellett volna a játékosoknak birtokolniuk ahhoz, hogy döntéseket hozhassanak. Tehát érdemes arra figyelni, hogy mindig mondjuk ki a lényeget. Aztán állandóan küzdök azzal a mai napig, hogy nem használok elég érzékszervi ingert, és szerintem nem kell egy mesélői leírásnak minden érzékszervek kiterjedője maximális nyújtania, de az nagyon erős tud lenni, amikor egyetlen egy nem elsődleges érzék, tehát nem látás vagy hallás, elkapcsolható a játékba. Hogyha egyet ilyet meg tudunk nevezni egy leírásnál, azt szerintem már nagyon erős tud lenni. A harmadik, gyakran van az, pláne mesélőteli játékokba, de nem csak, hogy a mesélő úgymond ignorálja azt, amit hallott, ami nem tetszik neki, tehát nem épít rá arra, amit a játékosok mondtak, vagy hogyha épít is, ezt nem úgy teszi, hogy egyértelművé teszi, de hogyha megnézitek például a Matt Mercert, vagy hogy ismeritek a Matt Mercert, azért érdekes, mert bármit mondanak a játékosok, ő azt újra fogalmazza, és úgymond beágyazza a valóságba, vagy pontosan abban megerősíti a játékosok által mondottakat, hogy igen, az része a valóságnak, amit mondtál. Oké. Hű marad a játékos karaktervízével. Ez talán az egyik legérdekesebb dolog, ugye honnan tudod, hogy mi a játékosnak a saját karakteréről alkotott víziója? Hát ezt egy csomó rendszer nem nagyon segít nekünk elmondani, de hogyha tisztában vagy arra, hogy milyen a karakter, akkor törekedhetünk arra, hogy ne rontsuk ezt el, vagy ne tegyünk olyan dolgot, amit a karakter nem csinálnak. Hogy mondjuk egy példát, azt hiszem a Die Hard 1 volt az egyik olyan akciófilm a 80-as években, nem? Amikor nem az volt a hős, mint az Arnold Schwarzenegger, hogy senki nem találja el, meg rengeteg előnek rá semmi baja, hanem ugye összetöri magát, hüvegszilánkon gyalogol, már mindene fáj, már eltört a cigi a szájába, de akkor is megy tovább. Ez egy karaktervízió, és a mesélő, ha valaki egy játékos képzel, vagy hogyha egy játékos így képzelte el a karakterét, érdemes így mesélni neki. Ha meg úgy képzelte el a karakterét, hogy senki nem tud hozzáérni, mert ő az Arnold Schwarzenegger, akkor meg úgy érdemes minden narrációt, minden kockadobást megpróbálni értelmezni, hogy a vízión belül legyen. Jó, ezt túl beszéltem. Másik. Nagyon gyakran van az, a valóságban is, de játék közben is, hogy valahogy értjük a játékosnak a gondolatát, és értelmezzük, de visszakérdezés helyett már rögtön következtetéseket vonunk le. Én szerintem az egyik elkasztosabb mesélői skill az a visszakérdezés, a tisztázás, hogy arra gondolsz, hogy pont, saját szavaimmal is. Hogyha bólint rá a játékos, akkor tudom, hogy egy hullám hosszon vagyunk. Végezetül gyakran van az, hogy narrálunk valamit a játékosoknak, már 5 percet zajlik a jelenet, de még mindig nem kerültek jelentéssel bíró választás elé. Ez kicsit hülyén hangzik, ez a meaningful choice angolul, tehát az, amikor nem tudnak érdemi döntést hozni, azt, hogy mit kéne csinálni, csak úgy tengődnek, én ezt bírom játékosként a legrosszabbul, ezt bevallom, ettől én bennem felmegy a pumpa, hogyha nem tudok mit kezdeni egy helyzettel. És bármi mást választhatok, tehát csak leírtam pár darab példát, amit én egykor megfogadtam magamnak, arra kérlek titeket, hogy ezek alapján döntsétek el, hogy most a kb. Félórányi példamesében mire fogtok koncentrálni. És ha valakinek megvan, akkor mondja. Ha csak írja le, én nekem mindegy. Hát azt hiszem, hogy számomra a legegyszerűbb az a hű magap játékos karakter víziójához, erről már elég sokat beszéltünk, viszont a kihívás lenne tényleg ezt az utolsót, amit említettél, hogy a számodra leidegesítik, hogy jelentés bíró választás elé állítom a játékot. Ez a lapozgatós könyvben számtalan szó van ilyen, hogy balra mész vagy jobbra, semmit nem tudsz arról, hogy mi történik balra vagy jobbra, és végül tehát nem tudsz jó döntést hozni, mert nincsen a birtokodban megfelelő mennyiségű információ, viszont a végén meghalsz, ha nem balra mész. De ehhez előre kell látni, meg tervezni kell szerintem. Ezt így spontán egy ilyen
döntési fát felépíteni, hogy az ember érezze, hogy csinált is valamit, legyen sikerélménye, meg kihívás is legyen, az szerintem az elég nehéz. Tehát akkor ezt választod, ezt a nehezebbet? Hát még egy kicsit vacilálok rajta. Jó, még ott vaciláljál, addig meghallgatjuk a többieket. Én aktívan fogok építeni a többiek által mondottakra. Aha, oké. Okay. Úgy érzem, hogy ez elég kihívás lesz. Ez az improvizáció egyik alap skillje, és jó, hogy ezt látod, ez tök jó. Szilárd? Én megpróbálok a leírásba egy másodlagos, nem vizuális érzéki inget. Oké. Okay. Igen. Nagyon jó. És akkor visszatérünk a Petire, hogy végül melyik mellett döntött. Tehát senki nem tiltja meg, hogy attól foglalkozzál, de én azt szeretném, hogy egyet jelölj ki fő célnak, amire matarekszel. Attól függ, hogy mennyi energiát adni. Akkor hívd a játékos karakter víziójához. Oké, vízió. Nagyon jó. Oké. És akkor, hát ugye az van, hogy magamhoz térek ebbe a szobába, ugye azt is mondtátok, hogy felpattanok, és kicsikét még szédülök, meg a gyomrom rossz, nincs a kardom, körbenézek a tükrök, így látom magamat tükröződni, és ebbe is kicsit megszédültem, aztán valaki ezt mondta, és nincsenek árnyékok, és a fény is olyan fura, önmagamat látom sokszorozni, vagy sokszorozódni, ugye? Megpróbálok elmenni a legközelebbi tükörig. Mi történik, Szilárd? Amikor megpróbálok az egyik tükörhöz odasétálni. Hallasz minket, Szilárd? Nem hall minket a Szilárd, akkor Heti? Egy nagyon szépen megmunkált tükör előtt állsz, és látod magad a tükörben. Látszólag minden rendben van, de mégis úgy érzed, hogy vannak részletek, amik nem stimmelnek. Mint például... Csaba? Oké. Okay. Az első dolog, amit észreveszel magadon, az az, hogy mintha a tükör torz másodat mutatná. Jobban megnézed a vonásaidat, mint hogyha fiatalabbnak tűnnél. Sokkal fiatalabbnak, mint amilyennek te elképzelted magad, vagy amilyen valójában vagy. Uh-huh. Átfordulok egy másik közelbe álló tükörhöz. Ugyanezt a képet látom, vagy más? Bárki válaszolhat. Hát akkor maradjunk a történetnél. Ahogy szemléled magad a tükörben, ez mintha egy kicsit kopottabb tükör lenne, más anyagból készült, és nem annyira figyeltek a részletekre, amikor megmunkálták, viszont látod, hogy olyan szarkalábok jelentek meg a szemednél, a szádnál, amik előtte nem voltak ott. Mint hogyha talán öregednek le, tűnnél benne. Hatosz körbe pördül, és megpróbálja megkeresni a tükröt, amiben a legfiatalabb, legizmosabb és legszexibb. Halál ilyet? Oké. Elég sokáig tart, mire végigjárod a tükröket, és több olyan tükör is volt, ami igen zavaró képet mutatott. Láttál egy képet magadról, ahol már nagyon idős voltál, sőt, volt egy olyan tükör is, amiben már nem látszott a tükörképed, de aztán végül megtalálod azt a tükröt, amelyiket kerestél. Egy olyan tükör, ami átlagos vonásokkal rendelkezik, semmi különösebb díszítés nincs rajta, viszont a tükörnek a képe az, amit te keresel. Egy erős, testalkatú, vonzó és fiatalos férfi. És ekkor váratlanul, ahogy szendéged magad a tükörbe, és gyakorlatilag simogatja az önérzetedet a látvány,
megmozdul a tükör, és felindít. A tükörkép? Igen. Nem verbálisan azt kommunikálja feléd, hogy gyere, közel van. Ez érdekes. Nem tudtam jól mutatni, ezért kellett. Igen. Körbe pillantok, hogy látják-e, hogy a többi tükörkép is látja, hogy integet, vagy pedig minden más tükörkép én velem együtt reagál. Nem az történik, mint amire számítanál, hogy a tükörképek együtt mozognak, mint hogyha a többi tükörkép kíváncsian bámulna téged. Mintha ez egy olyan döntés lenne, ami nagyban befolyásolja majd az életedet és a jövődet. Aha. Jó, hát akkor tehát legidősebb tükörképen felé fordulok, és mutatom neki, hogy ha bemegyek, hogyha megérintem ezt a tükröt, az jó nekem? És így kérdően nézek rá. Itt vagy velünk, Szilárd? Itt vagyok. Oké. Okay. Szóval amikor a tükörkép, tehát a legidősebb tükörképen felé fordulok, hogyha bemegyek ez, vagy hogyha interakcióba lépnék ezzel a szexi tükörrel, akkor az jó lenne nekem, és így kérdően nézek rá. Hogy reagál? Ahogy ránézel, ő bölcsen, furcsa mód, bölcsen így visszanéz, eddig így méregetett téged, és ahogy ezt így megkérdezed, így kicsit ravaszkásan elmosolyodik, és megrántja a vállát. Csaba, mikor szoktam így reagálni? Tehát milyen helyzetekre reagálok így egyébként? Visszaemlékszel, néhány éjszakával ezelőtt kártyajátékot játszottatok egy asztalnál, és tisztában voltál vele, hogy nyerőlapok vannak a kezedben, ám valahogy mégiscsak szeretted volna meghódítani ezt a pincérnőt, aki a bort szolgálta fel neked, és úgy gondoltad, hogy úgy hívott fel magadra a figyelmet, hogy ha egy ilyen látványos mozdulattal bedobod ezeket a nyerőlapokat. Majd rögtön ezt követően meg is rántottad a vállad, mutatván, hogy milyen remek férfiú vagy te. Akkor csináltál ilyet utoljára. Tehát az öreg, az öregebbik tükörképem az ennyire elégedett önmagával. Ha nyertes helyzetben érzi magát talán? Nehéz helyzetben vagyok. Azt érzem, hogy nagyon el tudom szúrni, de nagyon nagy a heremény. Engedsz a csábításnak? Hagyod, hogy a hiúságot fölít kerekedjen? Hát az még hagyjam, hogy a hiúság fölém kerekszik, de vajon maximális hiúságra törekszem-e, vagy sem? Oké, oda megyek az a tükörképhez, ahol nem látszódom. Ugye mondtátok, hogy van egy ilyen, ahol nincs. És megpróbálok a tükörnek így úgymond, mintha egy ablak lenne, benézni a sarkaiba, vagy úgymond a hereten kívül, hogy ott van-e valamiféle információ. Miért nem vagyok rajta a képen? Ez engem idegesít. Ahogy közelebb hajolsz a tükörhöz, a leheleted kicsapódik erre a tükörre, de rögtön el is tűnik ezt követően, és az orrodat ilyen kellemes virágillat csapja meg. Éreztél már ilyet korábban, csak nem tudod, hogy hol. És ahogy próbálod keresni a tükörképedet, jobbra fordulsz, balra fordulsz, semmi, bármit teszel, ez a tükörkép nem akar előjönni. Hárki másnak kiegészíteni valója? Hát, van ötletem, hogy miért, csak még elő kellene adni, hogy a karaktered hogy fog erre rájönni. hogy pátosz hogyan fog rájönni az igazságra. Pátosz egy kicsikét hátrébb lépettől a tükörtől, és eszébe jutnak neki bölcs csapattagjának a gondolatai,
Pathos, gondolkodja, mi az, out of the box, mondaná neki, nem tudom milyen nyelven, és megnézem, hogy van ezeknek a tükröknek kerete? Így csak van. Úgy vannak. Ekkor Pathos eszébe jut a legbölcsebb tanítás, amit a tanulmányi során a bajvívó iskolában mondott neki a kedvenc tanára, az pedig az volt, hogy olvasd el a használati utasítást. Igen, már csak kéne találni egy használati utasítást. Megpróbálok... De mindegyiknek van kerete, tehát minden tükörnek van kerete, az egyiknek vízesebb, a másiknak nem. Vagy nem ez volt a kérdés, bocsánat? De, nagyon jó. Ez Hilárd, akkor oda megyek ehhez a az üres tükörtől távolodtam el, végigfuttatom az ujjamat a keretem, és mit látok ennek a tükörnek a keretén? Van rajta valami írás, vagy szimbólum, vagy bármiféle minta? Ez egy festett fa keret, ilyen növényi minták vannak, nagyon jó minőségi mestermunkaként így belevésve. Uh-huh. Oké, nagyon jó. Ki tudok ebből a szimbolikából bármit érteni? Igen, a szülőföldednek a stílusait ismered föl. Hát erről Pathos arra gondol, hogy ez vagy még meg nem született, vagy már meghalt. Egyik sem túl örvendetes a számára. Szülőföld. Inkább odafordul ez a bölcsképhez, és megnézi a bölcsképnek a keretét. Bárki válaszolhat. Hogy közelebb mész ehhez a kerethez, azt látod, hogy ennek a tükörnek a kerete teljesen megfakult, és így elkezdett omladozni, mint hogyha évszázadok óta itt állna már az a tükör, és csak arra várna, hogy valaki megérintse. Késztetést is érzel erre. Megérintsd ezt a tükröt, vagy annak a keretét. Ez nem jó. Habozva, a kezem már így megindul, de hátrépek. Ohoho! És oda megyek ahhoz a harmadik tükörhöz, ami a legszexibb, legidealizáltabb Pathos mutatja. Hanem mit látok? Ha keretet nézem meg. Mint ahogyan a kép a tükörben, a keret is egy nagyon jó minőségű, nagyon szép mestermunkájának az eredménye. És ahogy közelebb lépsz, mint hogyha ez a tükörkép már várt volna, hogy végre őt is megszólítsd. Uh-huh. Eszembe jut, hogy a vívóiskolában mit tanítottak, hogy egy direkt kérdése vagy állítással az ellenfelet ki lehet zökkenteni a magabiztosságából. Nekiszegezem ennek az idealizált Pathosnak a kérdés, hogy azt akarod, hogy helyet cseréljünk mi, és örökre rab legyek. És így rámutatok. Reagál-e? Semmi hang nem szűrődik ki a tükörből, egyszerűen csak széttárja a kezeit, és így egy ilyen mozdulatot tesz, a fejét így oldalra billenti, illetve oldalra fog. Haha! Mikor szoktam oldalra halintani a fejemet? Hát én felismerem magamat. Mikor szoktam ezt csinálni? Akkor szoktad oldalra bólintani a fejedet, hogyha egy kalandozó társadnak szeretnél jelezni valamiféle veszélyforrást. Uh-huh. Oké. Okay. Mondom magamnak, hogy a tükörképenek, hogy ravasz vagy te ismerlek. Ajaj, körbenézek. Jó, rosszul gondolkodok, Pathos rájön. Nézzük meg azt a nyírkos padlót, meg a plafont. Ott mi van? Ott is tükrök? Vagy ott valami más felület? Szilárd? Mit tapasztal? A padló az
Pont azért furcsa, mert hogy ugye körülvesznek ezek a tükrök, amiknek a keretei hol szépek, hol kicsit kevésbé szépek, de a padló meg kő, méghozzá valami feketés anyaggal körül, így beborított ilyen hideg kő, és nagyon nem illik az egész szoba környezetébe. A padló, a plafon, és pont azért, mert a plafon viszont már egy valami deszkákat ismernél föl, mint hogyha igen, egy deszka, deszkák valami épület alatt például, mintha ott lennél. Nagyon jó, nagyon jó, nagyon jó. Hirtelen eszembe jut valami. Megfogom az egyik képet, megpróbálom a falról picikét elmozdítani, nem is feltétlenül emelni, csak elmozdítani, hogyha az egyik oldala engedi, mondjuk fel van akasztva, bármelyik enged? Vagy oda vannak úgymond hozdulatlanul hapasztva? Ha megfogod a hozzád legközelebb álló tükröt, a tükörnek a keretét, és minden erőfeszítés nélkül meg tudod mozdítani, és ahogy közelebb emeled magadhoz ezt a tükröt, azt veszed észre, hogy a tükörkép minthogyha megrémülne egy pillanatra. Ez melyik tükörkép? Ez az a tükörkép, ami korábban magabiztos volt, és nagyon, nagyon jól nézel ki rajta. Aha, oké. Okay. Van-e árnyék a tükör mögött? Elvileg van, mert a maga a tárgy a falra árnyékot vett, de lehet, hogy nincs. Nincsen. Ezt amikor ide kerültél ebbe a helységbe, akkor feltűnt neked, hogy valami ősi, misztikus mágia játszik a fényekkel és az árnyékokkal. És mivel te tudója vagy az árnyék mágiának, de ismerősnek kéne, hogy tűnjön ez az egész történet, de mégis valahogy valami trükk van a dologban. Hát akkor Hatosz, mint a nézők egy része most már nagyon unja magát és felbosszantotta magát ezen, ezért fogja ezt a tükröt, az ide az elállt tükröt, és megpróbálja a földhöz vágni azzal a gondolattal, hogy ő maga legtökéletesebb verziója azzal a felmentéssel. Ahogy összetöröd a tükröt, az összes többi tükör darabokra törik. Hallod, ahogy a környezetedben repednek, megreped az üveg, és a zajos hang kíséretében apró darabokra törik minden tükör. Mit érzek? Még ezen felül, Szilárd, hogy így, tehát összetörnek a tükrök, és még... És az üveg szilánkokon kell végig menned az előtted feltáruló ajtóig, ami az egyik tükör mögött volt. Aha. Szilárd? És ahogy a tükrök ugye széttörnek, veszed észre, hogy a szoba, amiben eddig voltál, nagyon üres. De elképesztő mód. Csak te egyedül ott a fényes, de árnyéktalan, ilyen széttört üveg szilánkokkal teleszort szobában. Okay. Az ajtó pedig, ami megjelent, egy ilyen sokat használt látszik rajta, és jól karban tartott pa ajtó. Oké. A földhöz vágott képkeret megvan még? Rajta egy ilyen kukucskáló nyílással. Megvan még a képkeret, amit a földhöz vágtam? Igazából ez egy tükör. Ugye nem? Ja, igen, tehát a tükörnek a kerete, bocsánat, az megvan még, vagy pedig eltűnt? Mit mondtatok? Hát egyenlőre ebből az unalmas és üres szobából egyetlen út vezet ki. Ezt értem, de hogy a kép, tehát a tükörkeret, az megvan-e még, amit a földhöz vágtam, vagy nincs? Szerintem széttört. Oké, keresek. Van belőle olyan darab, ami tehát egy egybefüggő rész?
Vagy ez is szilánkosra tör. Találsz ilyet. Mit szeretnél vele? Mit szeretnél félre söpörni az üvegszilánkokat az utamból. Félre söpörget. Siker. Szerintem ez működik. Megoldható. Hürelmesen söpröm magam előtt, de azért annyira nem türelmesen, hogy az apró szilánkokkal vacakoljak, hanem tudjátok csak úgy súgy, hogy a másnapos ember próbál felülkerekedni egy idegörlő helyzeten, és eljutni a hűtőig, tehát az ajtóig. Próbálom elverekedni magamat. Eljutok az ajtóhoz? Így ezzel a módszerrel? Megoldódik a problémát. Semmilyen mágia nem állja utadat. Ja. Egyszerű hétköznapi üvegszilánkok voltak. A tevékenységed eredményei. Oké. Eljutottam az ajtóhoz, ami már egy nagy milestone is lehet ebben a furcsa helyzetben. Itt akarjátok-e, hogy abba hagyjuk, vagy akartok-e valamit pontosítani, akár önmagatokon, akár a mesén? Tehát újrafogalmazni a fogadalmatokat, vagy azt mondani, hogy ennyi elég volt, vagy hogy eszkalálni a helyzetet. Tehát mire van most szükségetek ahhoz, hogy fejlődjetek még? Mert azt látom, hogy szórakoztok, de hogy... Bocsánat. Nem baj, hogyha szórakozol, az a jó. Nem baj, hogyha szórakozol, nem baj. Nekem szóval... egy zárójelenet volt a fejemben, ami igazából akkor kezdődne, amikor megérinted az ajtót. Aha, tehát arra te még kíváncsi vagy, oké? Okay. Heti? Na. Hát igazából én törbe akartalak volna csalni, de sajnos elszóltam magam. Tehát az elején szerettem volna... Tessék? Törbe akartalak volna csalni, tehát, de sajnos az elején elszóltam magam, úgyhogy most egyenlőre semmi gonosz összeesküvésem nincs a számodra. De ez így jó neked. Tehát te a folytatás mellett vagy, hogy még csináljuk egy pár percet. Szerintem még ebből a történetből sok mindent ki lehet hozni. Tehát így, ha visszatekernénk, nem biztos, hogy sokkal izgalmasabb lenne. Arra gondolok, hogy a saját magad vállalásán akarsz-e formálni, vagy konkrétizálni, ja. Vagy változtatni. Hát ez kihívás neked? Igen, most egyébként jelen körülmények között kihívás, mert a bajvívó az inkább ilyen szociális lény, és egy ilyen üres szobában szerintem a karakter jellemzőit így nehéz kihozni. Mondjuk az árnyék mágiára próbáltam így fókuszálni, okay. Hogy ezt az elején megbeszéltük, igen. Kardja volt, azt már elhagyta, tehát igen. Az még egy bajvívónak egy jellemzője volt, úgyhogy nem, sajnos nem tudok sokat hozzátenni. Oké, okay. És Szilárd, végül? Nem tudom, hogy én mikor lettem megint kidobva, de oké. Okay. Én, ha jól értem, az a kérdés, hogy mi volt, amit én hozzáted. Nem, hanem az, hogy akar, tehát két kérdés, akarod-e folytatni még ezt a játékot, vagy pedig térjünk el egy következő részre? Kettő, ha akarod folytatni, akkor akarsz-e változtatni a fogadalmadon? Tehát az, hogy mire fogsz koncentrálni? Szeretném folytatni, igen, és talán arra változtatnám meg, hogy megpróbálom azt a helyzetet, egy ilyen egységes valamivé így kihozni a végére. Uh-huh. Oké. Okay. Más valaki? Mert akkor folytatjuk, akkor azt mondtátok, hogy folytassuk, még egy 10 percet folytatjuk, max, jó, a történetet. Itt volt a Csabának egy képe, hogyan akarja folytatni, és akar valaki változtatni, elvárástól maga felé, vagy mehet így tovább a Szilárd változtatásával. Én annyit szeretnék hozzátenni, hogy megpróbálok még aktívabban építeni a mások által elmondottakra. Oké, okay. Jó, oké. Okay. Na, hát akkor az van, hogy félresöpörtem ugye a szilánkokat ezzel a valamivel, ezzel a hered darabbal, meg odaértem az ajtóhoz. Jobban szemügyre veszem ezt az ajtót, persze most már nagyon türelmetlen vagyok, de azért végigfuttatom rajta a tekintetemet a kilincsen, a hukucskálót mondott, azt hiszem a Szilárd. Hogy feltűnik-e valami rajta, ami számomra jelentéssel bír. Az ajtó egy nagyon különleges fa ajtó, amit nagyon szépen faragtak meg, és
Ha itt távolról ránézel, akkor úgy néz ki, mintha egy küklopsznak lenne a feje. Azaz egy kis kukucskáló a küklopsznak a szeme, és ahol a szája lenne a küklopsznak, ott oda helyezték el a kilincset ezen az ajtón. Ez érdekes. Egyszemű. Oké. Farajt a kilincs. Hát a kukucskáló adja magát, hogy bekukucskáljak. Hát tudok kukucskálni rajta, legugolva? Tehát látszik valami ott az ajtónál? Hogyha kukucskálok? Ha senki más nem folytatja, akkor én folytatom. Ugye benézel ebbe a kukucskálóba, és egy szemet látsz, ami visszatekint rád. Hátra hökkenek, és vívó pozícióba állok a fadara, vagy ami az a keret darabbal. Az ajtó megrázkódik, és hangos nevetést lehet hallani ebben a teremben, ami úgy visszhangzik, mint hogy egy ilyen nagyon apró helyre lennél bezárva. Majd a nevetést követően egy mély hang szólít meg, és azt mondja, hogy na hát, jól megvicceltelek. Ha lábammal... Megpróbálom a lábammal kinyitni az ajtót, vagy csak így rárugok a kilincsre, hogy ha esetleg kifelé nyílik, akkor úgy tudjátok, így kitárul. Aztán lehet, hogy nem. Mi történik? Igen. A barátod, akivel te eredetileg részegen jöttél ide a fogadóba, és őt támogattad, a kinyíló ajtó mögött ő áll egy ilyen sötét folyosószerűségen, és eléggé széles vigyorral néz rád. Hát leeresztem a botot. Mégis mi ez? Sok pénzembe került, reméltem, hogy tanulni fogsz belőle, de hát tönkretetted a berendezést. Ezt válaszolja a barátod. Azt mondom neki, hogy védd magad, és elkezdek felé így hilépni, tudjátok, mint a vívók, hogy egy, megindulok felé a bottal. Így előrántja a kardját, és így fölölten, állj, ne viccelj már, hát nagyon régóta ismerjük egymást. Ennyire ne sértjük meg egy ilyen kis viccen, pranken. Megpróbálok olyan gyorsan elépni az ő zónájába, hogy el tudjam kapni ezzel a fegyvert a karját. Ösztönösen hátrább lép egy lépést, de te sokkal gyorsabb vagy nála, ezért elég közel tudsz hozzá kerülni, hogy lefegyverezd és elvedd tőle a fegyverét. Nem azt akarom, hanem csak megfogni a karját és pak fejbe vágni. Akkor újra. Tehát sokkal gyorsabb vagy, mint ő. Ő egy lépést hátrább lép ösztönösen, majd ahogy közelebb lépsz, sikerül ezt a manővert végrehajtanod. Ő pedig védekezésképpen fölteszi a két kezét, és csak annyit mond, minden nagyvárosban divat már a szabaduló szoba. Nem is értem, hogy nem találkoztál még ilyennel. Szilárd, milyen érzések törnek fel a testemben, amikor meghallom ezt a szabaduló szobát? Vagy tehát miféle érzések öntenek el? Hát tényleg... Nagyon régóta ismered már, és nem egyszer szívattad már meg te is. Volt, hogy a katonákat küldted rá, hogy ő az, aki így a nőjükre próbál így ráhajtani, meg hasonló. És hát érzed, hogy ez azért kijárt neked, de azért ott van benned, hogy na, ezt majd még egyszer visszakapod. Nagyon igaz. Hát akkor odafordulok. Aztán én is elengedem ezt a botot, meg felnevetek, meg visszanyújtom neki a kardját, és mondom neki, hogy de a következő kör te fizetted. Kát, gondolom én, ugye? Tehát kb. Eddig tartottam. Játék. Jó, köszönöm szépen a játékot.
Térjünk át a reflexió részre szerintem. Kb. Egyébként időben is vagyunk. Első kérdésem, vagy az első feladata az, hogy kérlek azt gondoljátok át, hogy ebbe a rövid kis mesélésbe mi volt az, ami nektek mondjuk frusztráló volt, vagy nem volt jó, vagy mi az, amiben jó élményetek volt, tehát mi az, ami az felszínre jön, hogyha végig gondoljátok, hogy mi történt. Saját magatokkal kapcsolatban. Bárki elkezdheti. Remélem, hogy nem zavart sok embert, hogy így belenevetgéltem az előadásba. Engem nem. Akkor jó. Nagyjából ennyi. Szerintem ahhoz képest, hogy így hárman csináltuk, ez valamilyen szinten akadály is lehet, az új ötletek így inspiráljuk, tehát új másoknak az ötletei azért így inspirálólag is hat, viszont több energiát kell belefektetni abba, hogy koherensebb legyen a történet. Uh-huh. De ez érdekes volt nekem. Így. Okay. Nekem ennek adod át. Az érzésem volt, mintha lenne egy szekér, és három ló három különböző irányba akarja húzni először ezt a szekér. Vagy a mátyáskát akarja három ló három felé tépni. De mindegy, hülyeskedem. Bocsánat. Okay, maradhatunk ennél a hasonlatnál is. És aztán kellett egy icipici idő, hogy ez a három ló rájöjjön, hogy tud egy irányba haladni, hogy ne tépjék szét azt a szerencsétlen embert középen, uh-huh. hanem inkább a történettel együtt haladjanak. És uh-huh. Én személy szerint nagyon nehéznek tartottam azt, hogy arra, hogy az egyik, mondjuk, amit Peti mondott, és arra próbáltam ráépíteni, és ugye nem én következtem, hanem Szilárd, ő egy másik irányba vitt el a történetet, és folyamatosan fejben kellett tartanom azt, hogy mi az, ami elhangzott, uh-huh. és mi az, amit már nem építhetek bele, mert hogy az már nem tenné így kerek ki a történetet, és azt hiszem egy-két alkalommal ez nem is sikerült olyan jól, legalábbis én úgy éreztem. Uh-huh. Egy tipikus, én szerintem nagyon szép kerek történetet alkottatok, de azt érdemes végig gondolnod, hogy ha nem egy ilyen mesélőteli játékot mesélsz, tehát ami így működik, mint amit mi csináltunk, hanem egy klasszikus mesélést, akkor mi az, ami ebből neked tanulság lehet? Tehát, hogy hol fontos az építkezés, vagy a játékosokra, vagy a világra való építkezés? Tehát, hogy tudod ezt fel, ha ne kapcsolat, úgymond? Erre vagyok kíváncsi, ezt gondold át, kérlek, közben meg Szilárdnak szerintem adjuk meg a szót. Hát én is ezt is éreztem meg önmagammal kapcsolatban, hogy nem is tudom, hogy próbáltam én is így egy kerek történetet így összehozni, és mikor beszéltem, akkor meg néha úgy éreztem, hogy én körülírtam valamit, de nem biztos, hogy adtam hozzá olyan részt, amivel lehet tovább haladni, és ilyenkor kicsit kiegészítettem. Uh-huh. Oké, okay. Köszönöm. No, mondhatok egy-két visszajelzést, tehát ilyen alapélményt. Az egyik, hogy ez az, tehát tehát amikor úgy érezzük, hogy nem adtunk elég infot, akkor kiegészítjük, tehát gyakorlatilag önmagadat korrigáltad, ezt Szilárdot helybe, vagy kiegészítetted, ez tök jó. Csabának feltettem egy kérdést, a Petinek meg azt mondta, mit mondtál, Peti? Nem tudod a legelején. Hát, mármint mikor, mit mondtam, bocsánat. Mert hát ez a fajta élményeidből. Ja, hogy remélem, hogy nem zavartam senkit ezzel, hogy belemelegy ilyet a történetbe. Akkor most ezt te is mondhatsz valami. Egyébként, tehát csak annyit mondtam, hogy tehát jó is, van jó oldala is, meg rossz oldala is, hogy többen próbálunk egy történetet összeadni, mert engem például inspirált az, amit Csaba mondott, tehát ez a tükrös, ez nagyon jó ötlet volt, mert erre sokat lehet építeni, meg lehet vele variálni, de ezt is mondta Csaba, hogy több energiát kell fektetni arra, hogy koherensebb legyen a történet. Uh-huh. Oké. Okay. Meg tudjátok-e fogalmazni magatoknak, meg így mindenkinek, hogy amikor így felpörög az agy, hogy most össze kell dolgokat, tehát most koherensé kell tenni a képet, akkor mi az, ami csináltatok, és mi az, ami működött, meg mi az, ami nem működött? Hát szerintem a vizuál. Tehát az, hogy az ember így vizualizálja a dolgot.
így elképzeli, megpróbálja valamilyen szinten. Valamilyen szinten. És hogyha nem megy, akkor mi történik? Tehát, hogyha nem tudod vizualizálni, tenni? Bocs, tehát valami, nem tudom, mit nem tudok vele csinálni, egy kicsit elment a hang. Hogyha nem tudod vizualizálni, mert valami miatt az agyadban nem áll össze a kép, akkor mit tudsz ezzel kezdeni? Hát akkor szerintem megpróbálok az átélt élményeimből építkezni. Tehát, hogyha semmilyen, akkor valami filmre próbálok gondolni, vagy valami személyes élmény, és abból, ha van valami tanulság, amit hozzá tudom kapcsolni a jelenlegi történethez, vagy egy kicsit vele tudom szűrni, akkor talán az átlendíthet. Aha. Ugye itt történnek meg azok... Mondjad, fejezd be nyugodtan. Tehát, hogyha nem tudom így teljesen elképzelni az egészet. Aha. Ugye az, amikor valaki mond nekünk egy olyan információt, ami sehogy nem élik a mi fejünkbe kialakult kép, akkor ilyen blokkot érzünk, ugye? Hogy egyszerűen nem lehet összeerőltetni a két dolgot. És ilyenkor az van, hogy, tehát ez szerintem egy kulcskérdés, hogy ilyenkor mit csinálunk, mert hogy tehát általában azt teszik, hogy ignoráljuk, tehát figyelmen kívül adjuk, ami az egyik legrosszabb dolog, tehát hogyha hitatkozni kezdünk vele, szerintem még az is jobb, hogyha nyíltan megtagadjuk, hogy nem. Mert hogy mi történik akkor, amikor csak elengedjük a fülünk mellett, elkezd egymás mellett élni két alternatív valóság, ugye? Másik fejében még azon, amit ő mondott, a mi fejünkben azon, amit ragaszkodunk, és elkezd szétcsúszni a játékban ez a közös fiktív tér. Tehát szerintem, hogyha ezt érzitek bármikor a játékban, már pedig klasszikus játékban is rengetegszer lehet ezt képzelni, amikor a mesélő olyan ötletet hall a játékosoktól, amikor így feláll a haja, tudjátok, hogy mit akartok csinálni? Volt már ilyen élményetek, hogy a játékosok olyan dolgot akartak tenni, vagy olyan dolgot kérdeztek, vagy mondtak egy fontos embernek, mondjuk, hogy nemesnek, amitől így... És szerintem ilyenek vannak. Szóval, hogy mit lehet ilyenkor csinálni? Az egyik a blokkolás. A blokkolás az nem biztos, hogy jó, vagy az improvizáció, akkor azt mondod, hogy nem. Tehát, hogy nem így van. Te rosszat mondtál. Tehát nincs tükör teremben. Csak tükörnek tűnt. Ez egy rossz dolog, de legalább egyértelműsíti a te akaratodat, vagy hogy mondd, a mesélői víziódat. Nyilván az a, én szerintem az a jó trükk, hogyha valamiben bizonytalan vagy nem érted, hogy visszakérdezel, hogy jól érted-e. Vagy hogyha jól érted, akkor ő azt, hogy képzelt el azt? Tehát, hogy vannak itt tükrök? Ezt hogy képzelted el a hohos helyen tükröket? Ez hogy mi? Vagy mi az, hogy nincs-e? Tehát, mi az, hogy látok, de nincs fény meg árnyék? Ez mi? És akkor a másik hét tudja fejteni, hogy jó, ez valami, tehát, hogy te is érzed, hogy ez mágikus. Jó, hogy én is érzem, hogy ez mágikus, és hogy ez így nem normális. Jó, akkor most már értem, hogy mit kell elképzelnem. Képzeld el az elképzelhetetlent. Így van. A misztikumot. Igen. Jó. Akkor még valaki ez a közös számhoz, tehát a közös történetalkotáshoz hozzászólni valamit. Én még egy gondolatot hadd osszak meg veletek. A játék legelején az volt a stratégiám, hogy amikor más beszél, megpróbálok ilyen egy-egy szót leírni, hogy jegyzeteljek, hogy ő mit mondott, és aztán, hogy arra próbáljak építeni, ahogyan ugye a fogadalmam is szólt. De aztán rájöttem, hogy annyira arra fókuszálok, hogy leírjam a dolgokat, hogy kimaradnak fontos információk, úgyhogy ezt nagyon hamar elvetettem. És utána, amikor ebben a szituációban voltam, akkor egyszerűen csak arra hagyatkoztam, hogy bizonyos elemeket megragadtam abból, amit mások mondtak, és tudtam, hogy én már ezt fogom tovább vinni, úgy, hogy valahogy az a történetbe is beilleszthető legyen. Uh-huh. Inkább egy ilyen hirtelen impresszió, ami eszembe jutott erről a dologról, azt fűztem hozzá a történethez. Ez nagyon jó, amit mondasz. Én tudok mondani egy közbelső technikát, tehát ami nem ennyire jó, vagy nem ennyire magas szintű, hogy úgymond a lényegét próbálom megkiemelni, hogy az utolsó pár szót ismétled meg valamilyen formában. Tehát ez a standard technika, ugye, hogy és pofán ütöm. Oké, pofán ütöd, és ez történik. Ugye? Tehát onnan folytatom, ahol, vagy picit visszamegyek, és onnan folytatom, ahol a másik elfejezte lényegében összekötve. De ez egy sokkal magasabb szintű, tehát amikor a mondani valónak a lényegét próbálom meg kihallani, és arra reagálok, arra építek rá. Nagyon jó.
Ugye most kicsikét körbebeszéltük ezt az építés problémát, de nem teljesen. Visszaszeretnék arra a kérdésre érni, hogy arra a feléd intézett kérdésre térni, Csaba, hogy ebből mit tudsz átvinni a hagyományos játékokba szerinted? Igen, gondolkoztam ezen, és ugye a hagyományos játékban annyi a különbség, hogy ott nem két másik mesélő van, akik másik irányba viszik a történetet, hanem több játékos, akik ugye a saját karakterüket próbálják kijátszani, és ahogyan ők érzik, olyan irányba vinni a történetet. Talán ott egy picit több szabadságom van, hogy én szabom meg a kereteket, és nem ők mondják meg nekem, hogy mik azok a dolgok, amikkel dolgoznom kell, hanem ők, tehát én lerajzolom nekik a környezetet, vagy leírom, és ők arra reagálnak, és én arra tudok reagálni. Nem pedig úgy, hogy ők rajzolják le a környezetet, mint ahogy a másik két mesélővel tettük, és ebből a szempontból ez szerintem könnyebb. De ugyanez a helyzet, hogy többen próbáljuk összerakni ezt a történetet. Jó. Én még szeretném is, tehát én szeretném, ha több olyan játékos lenne, aki így aktívan még az építésbe is beleszól. Tehát, hogyha ha van egy nagy piac, ahol rengeteg ember van, ne kelljen minden embert leírnom. De hogyha neki van valamilyen célja, hogy keres egy embert, vagy keres egy árus, akkor mondja el, hogy na, akkor én egy törp árust keresek, aki árul egy ilyen dolgot. És esetleg megkérdezi, hogy van ilyen? És mondom neki, hogy van, vagy nincs. De, de hát ezzel, hogy elmondja, hogy ő mit keres, ezzel hozzájárul ahhoz, hogy, hogy a környezetét alakítsa. Tehát az erdőben ne kelljen minden fát leírnom, a piacon ne kelljen minden embert leírnom. Tehát nyugodtan az ő kezébe adni azt, hogy ő mivel szeretne interakcióba lépni ebben a fantáziavilágban. És én úgy érzem, hogy ez egy olyan pont, amivel az asztali szerepjáték fölé nőhet mondjuk a számítógépes játékokkal. Igen. Az, amit kérdeztél eredetileg is, tehát hogy lehet interakcióra bírni a játékokat? Itt mondtad ezt a törpe, vagy ezt, hogy fegyvert akarok venni, ilyen. Ugye itt is működik a visszakérdezés szerintem, nem csak az építkezésben, amikor nem világos, hogy a másik mit akar kihozni. Tehát ha mondjuk azt akarom, azt várom el a játékostól, hogy én annak örülök, hogyha elmondja, hogy milyen fajta fegyverkovácsot keres, egyszer csak visszakérdezek, mert én rájövök, hogy ez nekem fontos. Milyen fegyverkovácsot keresel? Az első, aki szembe jön, vagy minőségre mész mondjuk? Erre mond valamit a játékos, ugye? Igen. Milyen fajta fegyverkovácsba bízol meg te, mint karakter? Mondj valamit a karakteredről. Tárt fel nekünk ide hangosan a karakter gondolkozását. A törpékbe bízol, vagy belül nem bízol meg. Igen. És én szerintem ez a párbeszéd, ez kell. Tehát kell már maga a világépítésnél is. Mert lehet egy olyan játékos, aki azt mondja, hogy na, akkor én hátrad ülök, és akkor varázsoljál. Mint hogy egy könyvet olvasna, vagy tényleg egy filmet nézne. És igazából én ebben nem is tudnék annyira jó lenni, meg nem is hiszem, hogy a szerepjáték az erre lenne jó. Valaki így szeret, de én szeretném, hogyha inkább e felé menne el a történet. Én azt érzem, hogy te sokkal inkább egy kollaboratív történetalkotásra vágysz, mint a hagyományos szerepjátékokra. Hát, hogy rosszul érzem, de mint hogy folyton arra futnak ki, hogy hogy lehet egy kvázi egyenrangú félként alkotni. Ugye hát, ha nem is kell legyen angol félként, de én tényleg ebben azt látom, hogy ha már a döntéseivel szeretné, mert téged például idegesít, ha nincsenek olyan döntések, amik befolyásolják a karaktered sorsát. Na, tehát ha már a döntéseivel alkotja a világot, akkor miért ne lehetne más, kicsit absztraktabb módokon is. És én ebben ezt látom, hogy ne kelljen mindent leírni, ami szerepel a fantáziába, hanem egyszerűen alkalmazza azt a játékos, hogy ha kikeres, azt talál. És akkor elmondhatja, hogy na, akkor például te, ahogy most ebben az utóbbi, vagy ebben a kis történetben kerestél egy fát, akkor megkérdeztem, hogy mit szeretnél vele művelni. És mondod, hogy csak le akarnád söpörni vele, és mondtam, hogy ezt megtalálod, és sikerül. De nem mondtuk el, hogy milyen darab fák vannak ebben a környezetben. Igen. Ezt ki is akartam emelni utólag, csak most témát ugrottunk, hogy ez egy nagyon érdekes kérdésed volt, mert homoszor elkövetjük azt a hibát, én legalábbis biztosan, hogy ahelyett, hogy a játékos szándékára kérdeznék rá, a részletekben megy az oda-vissza pattogás, tehát, hogy
elmondom, hogy hány darab faszilánk van ott, meg hány darab tükör, amikor ez nem érdekes, hogyha megtudom azt az infot, hogy mit akar elérni, akkor már tudok a fejembe eldönteni átmesélőként, hogy ez reális-e vagy sem, hogy milyen eséllyel lehet, ugye? Tehát, hogy már egy játékbeli helyzetet tudok belőle kihozni a helyet, hogyha semmi rágódnánk. Jó. Uh-huh. De akkor áttértünk az építésről, úgy érzem, a vízióra egy kicsikét, mert igazából ez is arról szól, hát nem is a karakter víziójáról, de a karakter cselekvésének a víziójának a megtartásáról, ugye? Tehát visszakérdezek, hogy mit akarsz elérni, hogy úgy tudjak mesélni neked, hogy az megfeleljen a karakter víziójának. Milyen élményeid voltak erről a vízió megtartásról, vagy építésről? Tehát itt tudsz erről picit beszélni? Tehát vízió tartásról, meg építésről? Hát ugye ezt választottad magadnak, nem? Vagy ez volt végül a vállalásod, azt hiszem. Tehát, hogy a karakterhű legyek. Hát de azt nagyjából már elmondtam, hogy próbáltam itt szem előtt tartani, meg, de lehet, hogy szociális helyzetekben ez jobban kijött volna. Tehát, hogy a bolyót... Figyelj, szociális helyzetekben sokkal jobban kijön, hogy a másik hogy reagál rá, de itt is reagáltak rám a tükörképeim, tehát ez a nem verbális szociális helyzet szerintem megvolt. De az az érdekes, hogy két-három olyan dolgot is csináltál, ami szerintem érdekes, nem tudom, hogy te észrevetted-e. Tehát, hogy milyen módon, milyen hodokon próbáltad meg a karaktervízióját megtartani, vagy erősíteni. Tudsz erre példákat mondani? Hát sajnos annyira nem hiszem, hogy ez sikerült. Tehát ezen lehetett volna. De, tehát, hogy egy olyan helyzetben, ahol nincsenek emberek, neked ez sikerült, hogy emlékeimre, tehát visszahivatkoztál emlékeimre, meg a kiképzésemre. Emlékszel erre? Én emlékszem meg, hogy az árnyék mágiát is szóba hoztam. Így van. Mással, ahogy megbeszéltük. Így van. Ezen kívül nem tudom, hogy más sikerült. De mi más kéne? Tehát, hogy tudod ezt, tehát, hogy olyan narrációkat kaptam, jó, nyilván, hogyha öt játékos lenne, akkor öt fele kéne figyelned, de olyan narrációkat kaptam, amik úgy éreztem, hogy egy hajvívóhoz szólnak, egy ilyen kicsikét, ilyen hekec bajvívóhoz szólnak, és nem egy akárkihez szólnak. Tehát teljesen oké volt. Köszönöm szépen a pozitív kritikát. Okay. Mondom, ez a visszakérdezés volt számomra olyan dolog, amit fel is írtam magamnak, amikor az üvegszilánkokkal kapcsolatban megkérdezted, hogy mi a szándékom, mit akarok elérni. Másik pedig ez a múltra való, tehát a neveltetésre, kiképzésre, akármire való visszajavatkozás. Oké. Mehetünk tovább, vagy még reagálnál? Én kész vagyok, köszönöm szépen. Oké. Szilárd, te azt választottad, hogy másodlagos ingerek először, ugye? Aztán pedig, hogy valami egységessé formálni a sztorit. Ezzel kapcsolatban mik az élményeid? Én azt néztem, hogy honnan kezdődött a kaland, most hol van a karakter, és ebből próbáltam valahogy így visszacsatolni aztán valahogy, vagy rávezetni valamire. Uh-huh. És ugye ehhez volt ott neki kettő vagy három felhasználható pont. Az egyik az volt, hogy a barátjával ment, aki most nincs ott, a másik a fogadós, és hogy vajon a fogadós miért csinálta ezt vele, neki ez miért éri meg. A harmadikat meg talán el is mondtam, hogy mégis mi helye van egy ilyen mágikus, furcsa szobának egy sima fogadó alatt. Uh-huh. Igen. Te ezt mindegy csináltad, de igazad van. Ugye én számomra, mint játékos, lehet, hogy már előtte jöttem fel, amikor azt mondtad, hogy a plafon olyan, mint a padló, én számomra ott helyeződött el térben az egész jelenet, mert addig fogalmam se volt, hogy hol van ez a tér. Tehát mielőtt a vége felé megtudtam, hogy padló, arról az jutott eszembe, hogy akkor lehet, hogy a fogadó alatt vagyok egy pincébe. Egészen addig ezt nem sejtettem, vagy úgymond bárhol lehettem volna. Tehát ez szerintem egy jó pont volt, hogy úgymond vissza... És igazából, ha nem is azt gyakoroltad a játék során, hogy a másodlagos ingerek, mert azok is voltak szag, meg érintés, hanem inkább ezt az összehangolást, nem? Visszahoztál egy csomó olyan szállat is, például a társam, a fogadós, a helyszín, amit mintha elkezdett volna elfelejtődni, ugye? Vagy úgymond kisiklani a fókuszba,
Tehát ezeket ügyesen, jó pontokon visszahoztad, és összekötötted a helyzetet egyfajta tágabb kontextussal. Ezt nagyon jól csináltad szerintem. Megpróbáltam, igen. És igen, hogy ezt a másodlagos, meg leírni dolgokat, itt még próbálkoztam, meg valahogy a többiek által leírt helyzetet valahogy megpróbáltam így egy szintén egy ilyen világba így szabályokba így belehelyezni, például a képkeretekkel, hogy más meg, igen. Nagyon jó. Oké. Van-e valakinek még valami konkrét dolog, amit hozna a játékba, és szívesen beszélne róla röviden? Bármi, ami történt. Esetleg arról beszélhetnénk egy pár szót, hogy nem tudom, hogy a másik két mesélő mennyire törekedett erre, de én kezdettől fogva megpróbáltam egy olyan helyzetet teremteni, ami kizökkenti a játékost a komfortzónájából. Tehát ugye egy bajvívónak a fegyvere az egy nagyon fontos dolog. Meséltél arról, hogy ezen kívül te az árnyékokhoz is értesz egy kicsit. És egy olyan szituációban akartam a karaktert hozni, ahol azok a dolgok, amikre a hétköznapok során támaszkodni szokott, azok nincsenek jelen. És hogy milyen, tehát hogyan tud felülkerekedni így a kihíváson a megszokott eszközök hiányában. Ez igazából ez... egy vízió volt, amit abban a pillanatban határoztam el, hogy elkezdtük a történetet, de szerencsére a többiek nagyon jól hozzátettek ehhez a részhez, anélkül, hogy mondjuk tudták volna, hogy ez volt a célom. És szerintem harha nehéz helyzetbe hoztatok ezzel, de nem rossz értelem. Tehát, hogy magasra tettétek a kihívás küszöböt. Tehát, amikor elveszik a bajvívótól, tudjátok, a kardját, meg a mágiáját, az egy rendkívül kiszolgáltatott érzés. És akkor lett volna, én nekem konkrétan ez egy rossz élmény, ha még meg is támadnak, értitek? Mert az azt jelenti, hogy úgy kell megvédenem magamat, hogy az, amiben jó, azt nem tudom csinálni. Mert úgymond szemétkedtek velem. Tehát azt nem biztos, hogy élveztem volna. Elvettétek a standard eszközeimet, tehát egyfajta veszélyzónába löktetek, kilöktetek a komfortzónámról, de nem volt pánikzónába lökve a játékos, és ez szerintem pont az a keskeny mesdjén jártatok, ami még oké. Hogyha itt nekem mágiával rontottak volna nekem, vagy valaki nekem jön, akkor nagyon rossz élmény lett volna az. Gondoltok, ez olyan, mint amikor elveszed a varázslótól a mágiáját, és Zoris, akkor lett volna, hogyha engedsz a csábításnak. Ja, de hát játékosként ravaszabb voltam, mint a karakterem, valószínűleg. Jó döntéseket hoztál, és elkerültem a nagy veszélyt. Ja, ami nem biztos, hogy jó, ugye sok játékos szeret kockáztatni, ugye? Hogy egyszer élünk bele. Majd a mesélő megvéd, hogyha nagy hülyeséget sem. Igen, a mesélő ott a füledbe súgta, hogy ebben a történetben a hiúság megvaló. Igen. Jó, még egy kérdésem van. Az általános problémátok, vagy akarsz még valamit, Csaba, mert ugye ezt te vetetted föl. Nem. Kész még valami reakciót? Ezt akartam igazából így megemlíteni. Szerintem ez egész jól sült el. Volt egy pont, amikor úgy éreztem, hogy hú, ez már lehet, hogy egy kicsit sok lesz, és talán egy-két mankót adnunk kell ahhoz, hogy a történet tudjon haladni előre. Mert volt egy pont, ahol úgy éreztem, hogy itt most kimerítettünk minden lehetőséget, és nem nagyon volt megfelelik a sztori lehetőség, de pont akkor Szilárd kezdte el leírni ugye a tetőt, a mennyezetet, amiből kiderült, hogy hol is van a karakter, és nekem is itt jött az ötlet, hogy hát akkor ez lehet egy szabaduló szoba, és a hűséges társad
éppen beledobott, hogy meg akarjon győzni, hogy ti fektessetek ebbe bele, és indítsátok el a saját bizniszeteket. Oké. Nagyon jó, mit mondasz, mert ez ugye most ilyen társmesélőségben jött ki, de mi történik akkor, amikor egyedül mesélsz, ami általában történik, és hirtelen azt érzed, hogy megfeneklik a jelenet. Akkor mit tudsz csinálni te egyedül? Mert ugye nem tudod megvárni, hogy a társmesélőd mondjon valami, ami téged inspirál, akkor hova tudsz nyúlni inspirációért? Ez kinek szól a kérdés? Nektek, bárkinek. Akkor átengedem a szót. Én csak egyszerűen szeretem, hogy ilyenkor általában én előveszek egy nem játékos karaktert, aki mondjuk nem teljesen illik bele ebbe a szituációba, és így felrázza a dolgokat. Aha. Tehát, hogy mi bejött egy fél elf, és egy fél orknak a vállán ül, vagy valami hasonlót. Okay. És akkor az talán elindít egy másfajta irányt, vagy próbálok mankót adni a játékosok kezébe. Ez egy külső módszer, ugye? Tehát hozol valami plusz impulzust ki, mármint úgy értem, hogy kívülről, hogy akár véletlen találkozással, dobással, akár csak random ötlettel valamit beraksz a játékba. Vannak-e belső megoldások? Mert belső megoldások is vannak. Belső, mint hogy a mesélő megoldja, vagy... Hát úgy értem, hogy nem hozunk be egy új, eddig el nem hangoló elemet mi mesélőként. Hát mondjuk ez sem tűnik belsőnek, de az az NPC az már régóta ott lehet velük, csak éppen abban a pillanatban egy beszélgetést kezdeményez. És akkor egy olyan beszélgetést, hogy na foglaljátok össze, hogy mire jutottatok, mi a terv, és megpróbálni úgy információkat adni, hogy azért ne vegye el az élményeket. Egyszerűen, jó volt, amit mondasz. Mintha csak egy ilyen pszichológus lenne, aki meghallgatja a karaktereket, visszakérdez, de valójában így tanácsokat nem ad, csak hogyha feltétlenül szükség. Nagyon jó, tehát igazából egy diegetikus szereplővel, ugye, tehát aki benne van a világban, összefoglalnak mi a helyzet, hát ha rájönnek ettől valamire, ez nagyon jó. Hogyha nincs ilyen NPC a helyzetben, vagy mondjuk nincs lehetőség, mert mondjuk harc van, vagy rövid időt kell, úgymond, tehát egy gyors döntési helyzetre van a játékvilágban szükség, akkor ugye nem tudod az NPC-vel őket átbeszéltetni, meg összefoglalni a dolgokat, de még mindig megteheted az kicsikét ilyen helyélés sértő módon azt, hogy kihangosítatod velük a gondolataikat. Tehát mit gondol a karaktered? Mi történik itt? Például a helyikőtök se kérdezte meg tőlem, persze nem kell, de megkérdezhetétek volna azt, hogy mit gondolsz, mik ezek a tükörképek? Mit jelképeznek számodra? Tehát mi az asszociációja a karakternek? És persze nem kell ezt elfogadni, de rögtön fel tudjuk tárni azt, hogy a játékos miben gondolkodik. Ugye ezt nem szoktuk, tehát ezt nem szokás csinálni, de szerintem nagy hiányosság nem használni ezt. Ez jó, hogy ott van az eszköztárunkban, hogy visszakérdezni, hogy mire gondol. Mit remélsz, vagy mitől félsz? Tehát mi a legrosszabb, ami történhet ebben a helyzetben? Uh-huh. És a többi, és a többi. Jó. Mi a és van-e... félresiklottam, és elfogyott az időnk. Az a baj. Még negyed óránk van. Azt mire használjuk? Nekem még van 5 percem a végén, amit szeretnék veletek valamit megkérdezni. Még kinek van szüksége? Na, például egy kérdés. Oké. Okay. Összeszedtem magamat. Van-e annak, amit konkrétan itt a mini játékban csináltatok, valamiféle tanulságra, az általános kérdésetekre, tehát arra, hogy unalmas a harc, hogy a leírásokban az objektív leírásokkal hogy lehet segíteni, vagy hogy erre a fajta interaktivitásra és felelősségvállalásra a játékosokat hogy lehet rábírni. Tehát van-e erre bármiféle élményetek a mai alkalomból? Én magamhoz ragadnám a szót, és az biztos, hogy eddig is voltak sejtéseim, megpróbáltam ilyen eszközökkel élni, tehát a kérdések azok mindenképpen jók, az, hogy az ember kérdéseket tesz fel, vagy egy NPC segítségével, vagy tényleg akár még ilyen metajáték szinten is, hogyha valami gyors cselekmény van, akkor a játékbeli időt azt megfagyasztjuk, és akkor a játékosokkal kezdünk el beszélgetni, hogyha erről van szó.
Nekem ezek tetszettek, és ezeket fogom alkalmazni a továbbiakban, gyakrabban is. Oké, akkor itt most megállítom a kérdést, és azt kérem, hogy ha akarsz, akkor fogalmazz meg magadnak egy konkrét dolgot, amit mostantól sokkal többször csinálsz, tehát a mesédben. Tehát aktívan egy dolog, amire egy lépés, egy konkrét lépés. Többet fogok kérdezni. Oké, következő. Ki következzen, Peti? Szilárdnak átadom a szót. Oké. Szilárd, ha ne bármi. Hát szerintem elég távol van egymástól a harc unalmassága és az ingerek, bár nem feltétlenül. Na kíváncsiuk a véleményedre, hogy te mit tudtál összehozni ebből. Én megpróbálom úgy nézni mostantól a kihívásokat, hogy például a karakter eddigi tulajdonságait, meg készségeit kicsit beleszőni, például, ahogy most is volt csinálva, hogy elvéve a fegyverre, meg a mágiája, de úgy, hogy ne legyen túl sok, és ezzel kicsit megpróbálni játszani, meg a leírásokban megpróbálok majd igen én is úgy beszélni, hogy lehetőleg tovább vigye a dolgot, és erre külön odafigyelve. Oké. És akkor maradt a Csaba? Hát nekem nagyon tetszett az egyik ötlet, amit korábban adtál, hogy ne csak az elsődleges érzékszervekre hagyatkozzunk, és ugyan nekem nem ez volt az ígéretem, de ez annyira tetszett, hogy ezt mindenféleképpen bele akartam építeni a mesébe, és amikor oda mentél ahhoz a tükörhöz, aminek, ahol nem láttad a tükörképedet, és ugye a leheleted ott maradt a tükörképen egy pillanatra, ez egy ilyen próbálkozásom volt erre, ami talán nem a legtökéletesebb volt, de mégiscsak... Nagyon jó volt. Mégiscsak egyfajta próbálkozás volt. Nekem ez annyira tetszett, hogy ezt biztosan alkalmazni fogom a jövőben, mert így magamra ismertem, hogy mindig azt írom le, hogy mit látnak, meg mit hallanak. Uh-huh. De nagyon keveset beszélek mondjuk arról, hogy egyéb érzékszerveiket, milyen impulzus érheti, vagy hogy ez mit vált ki belőlük, ami még egy érdekes dolog lehet. Uh-huh. Nagyon érdekes, amit mondasz, mert tehát az, hogy elhomályosodik a leletem, ez azért volt zseniális, mert általában az ember erre nem... Ez ugye megtörténik az üveg felületeknél, tehát hogy ezzel realitást adtál abban a helyzetben, ebben a ennek az elszállt helyzetnek. Tehát ilyen szürreális volt a kép, de ezzel visszalántottál engem a valóságba, hogy tényleg a valóság vagyok, és ez nagyon erős kép volt. Hogyha megnézed a listát, amit küldtem, ezek egyfajta sorrendben vannak, abban a sorrendben van felsorolva az első akárhány sor, hogy milyen távolról tudjuk érzékelni azt a dolgot, tehát hogy egyre közelebb kerülünk ugye a dolgokhoz, egyre más érzékszervek válnak a hangsúlyossá, és például igazad van abban, hogy én is általában csak a hátványra, meg max a hangzásra figyelek, pedig nagyon érdekesek az olyan dolgok, amik az öt érzékszerven is túlmutatnak az ilyen egyensúly, a nehézkedési erők, a testben lévő belső érzések, amikre általában nem figyelünk, de marha izgalmas, hogyha egy jelzővel el tudjuk találni azt a dolgot, az nagyon erős tud lenni szerintem. Jó. És akkor mindenki mondott legalább egy konkrét dolgot, ugye, ami változtatni szeretne, vagy amire figyelni fog, nagyon jó. Most arra van szükségem így a végére, az utolsó percbe, hogy kérlek, segítsetek nekem értékelni ezt a fajta próbálkozást, amit mi most csináltunk. És azzal tudtok nekem a legtöbbet segíteni, hogyha bármiféle kertelés vagy udvariaskodás nélkül elmondjátok a véleményeteket. Három dologra leszek kíváncsi, olyan dolgokra, ami szerintetek rossz, nem jó, vagy zavaró, tehát amiket el kéne hagyni ebből a fajta dologból, olyan dolgokat, amik hiányoztak, de kellenének bele, vagy jó lenne, tehát amiket el kéne kezdenem, és olyan dolgokat, amik meg marha jók voltak, és jó lenne, hogyha, tehát hogy egy elképzelt fiktív folytatásba is kéne, hogy szerepeljen, mint elem. Oké? Okay? Tehát ez a három kérdésem van, és annyira válaszoltok, amennyire tudtok válaszolni, de kíváncsiak a véleményetekre. Tehát mi az, ami ne csináljak, mi az, amit kezdjek el csinálni, és mi az, amit folytassak.
Talán még én arra gondoltam, hogy nekem ez így tetszett, meg lehet, hogy le is jött, hogy még jól is szórakoztunk közben. Talán annyival lehetne ezt az improvizációs mesélést megfűszerezni, az elején felvenni bizonyos objektumokat, amiknek szerepelniük kell, vagy szavakat, vagy valamilyen ideológiákat, amiknek kapcsolódniuk kell a történethez. Ami megszólításnak tűnik, de lehet, hogy inspirációként is fel lehet használni. Ez abszolút így van, ez jó ötlet, köszönöm szépen. Kötelező. Én más rosszat nem tudok mondani, mert ilyesmit még eddig még nem csináltam. Tehát nekem ez nagyon új élmény volt, és köszönöm szépen. Oké. Okay. Más valakinek? Stop, start, continue, bármi ötlet. Tehát mi az, ami jó volt, mi az, ami nem volt jó, mi az, ami hiányzott. Már hallottunk egy hiányt, vagy egy bónuszt, amivel ki lehet egészíteni. Én nekem például a kérdés, csak hogy értsétek, én nekem például a kérdés az, hogy ez a próbajáték egyáltalán elég hasznos-e. Nem tudom, lehet, hogy sokkal egyszerűbb ilyen közös mesélés helyett azt csinálni, hogy egy valakit kicsit meséltetni egy konkrétan abban a helyzetben, amiről kíváncsi, olyan helyzetet dobni elé, és csak ő mesél egy pár percig, aztán a többiek csak megfigyelik, és aztán a másik mesél pár percig. Ezen is gondolkodom, hogy mi jó. Ezzel kapcsolatban akartam ezt hozzátenni, hogy amikor jelentkeztünk erre, nem tudtuk, hogy mi fog történni. Így van. Én még igazából azt sem tudtam pontosan eldönteni, hogy mik a fontos mesélői kompetenciák, és hogy ezek közül melyik az, amelyik nekem a legrosszabb. Uh-huh. Úgyhogy inkább csak arra próbáltam fókuszálni, ami szerintem jó lenne, hogyha mondjuk többet megjelenne az én történeteimben, vagy ami nekem a hiányosságom lenne, de lehet, hogy van ettől sokkal nagyobb hiányosságom, amiről egyébként nem is tudok, mert nem vagyok teljesen tisztában azzal, hogy milyen kompetenciákkal kell rendelkezni egy mesélőnek. Aha. A példajátékban én eredetileg arra készültem, hogy mindannyian elmondjuk, hogy mi a célunk ezzel a gyakorlattal, és a játék az úgy fog zajlani, hogy az adott részeket, tehát mondjuk teszem azt, hogyha én a leírásokban szeretnék fejlődni, akkor én kapom meg a leírásokat. Aki harcmesélésben szeretne fejlődni, ő fogja megkapni azt a feladatot, hogy a harci szituációkat leírja. Aki, nem tudom, konfliktus generálásban szeretne fejlődni, ő megcsinálja a konfliktusokat, vagy az interakciókat. Ugye ezzel szemben mi egymásra reagáltunk, ami tök jó, mert engem mindenféleképpen a komfortzónámból nagyon kimozdított. Váratlan volt, és egy kicsit nehéz is erre készülni. Uh-huh. Oké, értem, teljesen igazán, tehát hogy nem, tehát jobban megosztani a mesélői feladatokat, értem. Jó, ez nagyon jó. Oké. Okay. Igen, én is, mikor elkezdtük, akkor kicsit olyan érzésem volt, mint abban a drámajátékban, amikor adnak egy szituációt, és kívülről beordibálnak valami egy-egy szót, hogy ezt még gyorsan beleszőved. És ahogy így mondták, hogy ha mondjuk én csak is mondjuk abban játszottam volna, ahol így harc kell, vagy leírni az ellenséget, vagy hasonló, akkor az egy általam említett javítandó dologra tényleg jobban rá tudott volna gyúrni, meg hasonló, így viszont többféle dolgot láttunk, meg többféle kép is, többféle problémát, meg mesélői nehézséget éltünk meg, és ami jó volt viszont, főleg így a végén, meg közben, amiket tanácsokat így adtál, az tényleg, meg ahogy így elemeztük. Jó, nagyon szépen köszönöm a visszajelzéseket. Most megpróbálom összefoglalni, tehát hogy én szerintem az derült ki tehát a segítségetekkel, hogy először is kell egyfajta általános áttekintés, hogy egyáltalán miféle kompetenciák lehetnek, amiket itt fejleszteni lehet egyáltalán. És hogyha valaki ezeket tudja, tehát hogy már annyira tudatos,
hogy tudja ezeket megfogalmazni magának, meg a segítőnek, akkor azokra már jobban rá lehet koncentrálni. Ez most elég általános volt, és nem furt mélyre, de hogyha valaki eljut arra a pontra az életébe, hogy tud magának konkrét célokat, meg problémákat megfogalmazni, akkor azokkal érdemes mélyfúrásokat végezni, ugye? Tehát valami ilyesmi alakult ki. Ez a fajta megosztás. Jó. Oké, köszönöm szépen a visszajelzést nektek, és köszönöm, hogy itt voltatok, meg hogy hallgattatok minket. Zárásképpen egy dolog, most kezdem majd el hamarosan a Patreonomat, amit, hogyha akartok, akkor támogathattok, majd be is linkelem nektek a végén, ahol szeretném folytatni valamilyen formában ezt a fajta megkezdett mesélői munkát, egyfajta közösséget szervezve. Ez volt az önreklám, de inkább zárásképpen visszatérve erre a szimbólumos feladatra. Azt kérem tőletek, hogyha tudtok most, így ahogy hol vagytok a 7 óra tréningen, egy új, vagy akár ugyanazt a szimbólumot választani magatoknak, hogy hogy érzitek magatokat. Hogy mentek el, miféle szimbólumot visztek magatokkal, és miért? Ezt a nézők is leírhatják, hogyha... Akkor kezdem én, hogyha többiek még egy picit gondolkoznak. Én ugye a pentagrammát választottam a szimbólumnak, és ugyanezt a szimbólumot szeretném választani ennek a végén is. Annyi különbséggel, hogy most már egy leírás is van a fejemben erről a pentagrammáról, és nem csak azt látom, hogy nagyon szépen ragyog ez a mágikus rúna, amit a falra véstek föl, hanem azt is látom, hogy nem csak hogy látom, hanem érzem is, hogy mágia lüktet a levegőben, és különös szikra illata csapta meg az orromat. Király. Kinek adott tovább? Szilárdnak. Oké, Szilárd. Mi is volt a kérdés? Válasz egy szimbólumot, hogy hogy mész el erről az alkalommal? Tehát előredetileg ezt az olvasó szerzetest választottad, most mi a szimbólumod? Lehet, hogy ugyanaz, de hogy milyen? Tehát, hogy mi jelképezi a mostani állapotot? Most már talán inkább egy vándordiák, aki kikerült a kolostornak a biztonságos közegéből, és új dolgokat próbál megtapasztalni, meggyakorolni, tanulni. Uh-huh. Szép, szép. Heti? Én ezt a lovacskát választom, hogy keretbe zárjam a történetet. És miért? Keret miatt? Tehát a poén miatt? Vagy? Igen, igen, igen. Főleg ezért. Én pedig azt hiszem ez a Predator filmben van, de nem tudom, amikor azt mondja, hogy ha vérzik, akkor meg lehet ölni, ugye? Van valamilyen mond. If it bleeds, we can kill it, vagy valami ilyesmi. Amivel most arra utalok, hogy amikor rájössz, hogy az ellenfél sebezhető, tehát hogy elegyőzni, most azt érzem, hogy ez a formátum, ami egy nagy kísérlet volt, igazából, hogy működik-e, azt érzem, hogy működik. Hát nem biztos, hogy sikerül megölni a Predatort, de most már tudom, hogy lehet. Ebben most már biztos vagyok, megbizonyosodtam róla. Jó, nagyon szépen köszönöm még egyszer nektek a figyelmet. Ha valakinek van kérdés, az ott a privátba elküldheti, és mindenkinek jó szórakozást kívánok az este hátra lévő részéhez. Sziasztok, én örültem, hogy itt lehettem. Sziasztok! Viszlát!